Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csap felett habzik a szád, a zuhany alatt vagy a kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán. A hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en 6 óra után vagyunk 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, egy újabb hét, egy újabb hétfő. Hello Feri! Sziasztok! Jó reggelt! De micsoda hét! Micsoda! Hál' Istennek csonka! Nagyon csonka, mint a pici olyan csonka. Mi a pici? Jobban is. Pici hetünk van, csak csonka hetünk, mert hogy 3 nap. Bizonyám, aztán pedig jön augusztus 20-a, és egy kis pihenés megint. 3 napos hét. Hét elé nézünk, ez nagyon jól hangzik, mert hogy 4 napos. 4 napos ünnep. Kiváló. Kiváló. Hát így azért nagyon jobb kezdeni. Nagyon jó. Jobb lenne nagyon kezdeni, jó. Ha lenne hangom, de nem, nincsen. Nem kiabáltad? Szétkiabáltad a tortadat az Avancsin. Voltam egyébként. Kimoltunk, jó volt, egészen nagy buli volt, mert nem az Avicii, mert az nekem szörnyű, hogy valaki egy pendrive-ol berak egy ilyen kis cuccot, de és maga... És keres vele évi 30 millió dollár. Azt olvastam én is, fúj. Igen, hogy ki a DJ-k, aki a legtöbbet keresnek, és Avicii is benne van a top 10-ben. Jó, de a futottak még kategóriában, mert a legjobb az ilyen 60 millió körül keres évente. És őt ismerik, vagy ő egy tök számú? Nem, hát ezek komolyak, tehát hogy még én is ismerem nagy részüket, hogy végigolvastam a listát, és még hallom már. Az a baj, szerintem ráadásul alábecsülték, mert az Avicii 10 millióval azért nagyon kevés. Nem, ő szerintem olyan 28 körül 28. Volt. Na most én olvastam valahol egy külföldi honlapon egyszer, hogy az ő fellépési díja az körülbelül az 7-800 000 euró. Na most, ha azt átszorozzuk, hogy csak mondjuk 3 bulit csinál egy hónapban. És akkor óvatos voltál. És akkor nagyon óvatos voltam, mert akkor 10 naponta csinál egy bulit. Az mondjuk, mit tudom én, 2 millió 4. És ezt megszorzod azért 10-12-vel, az több, mint amit ez a honlap ért. Tehát, hogy ők nem egészen jó vonalról tudják ezt. De minden esetre ott ő csak X-edik volt, Calvin Harris volt az első. Ennyiről adott számlát valószínűleg. Ennyiről adott számlát. Hát kérdésnék egy 7-800 000 euróból mennyi az övé, de hát azért a nagyon nagy szett nem kell, mert hozol egy pendrive-ot, hozol 3 pultot. Persze. Technika, fény, stb., de azért olyan nagyon nagy dolgok nem kellenek. Nyilván van egy menedzsmentje, vegyen le mondjuk 20%-ot a menedzsment, azért akkor van egy menedzsment, így van. 700 ezerből akkor is marad 5-6. Marad neki még egy kevés. Marad neki. Meg marad még a Tiestónak is, meg a Steve Aokinak is, meg ezeknek. Úgyhogy hát én a Tiestót mondjuk jobban kedvelem, mint az Avancsit. Avancsi nagyon szintetik bulit nyomott ott a szigeten, de jó volt egyébként. Szóval népek táncoltak, nem? Nagy buli volt, nagyon nagy buli volt. Akkor nem lehet megérteni, hogy akkor Nick Bellucci miért csinálja, Vévé Sehrezádé miért csinálja, vagy csak a leghíresebb női DJ-ket. Voksán Virág, aki egyébként tényleg baromi híres külföldön, és nagyon sok helyre megy, és nagyon sok buli van. Mi miatt híres, az már egy nagyobb kérdés. Állítólag tényleg. Nekem valahogy én mindig szent meggyőződésem, hogy ők nem csinálnak semmit fent. Uh-huh. Tehát, hogy betesz egy előre elkészített lemezt, vagy egy pendrive-ot, és akkor azt valaki összekeverte, ő meg ott eljátsza, mint hogyha retteltesen tekergetné. Na, ezt csinált Avicii is. Kint a szigeten. Nem látom a kezeket. Az, néha integetett, kettőt integetett, tekergetett, hárat a kis pianyír szettjén, és úgy szólt playbackről minden, mint az állat. Ja, és mennyire rosszabb mellei vannak, mint Nicky Bellucci. Ugye? Az biztos. Úgyhogy jó volt. Az volt az utolsó sziget. Nem tudom, hol ment el a hangom. Minden esetre elment. Kiabáltál valakivel. Avicii. Ő üvöltöztem. Avancsi. Még egyet Avancsi. Énekelted a dalait. Élőbe is valamit. Igen, még egyet Avancsi, még egyet. Úgyhogy igen, hát így áll. Majd spórolunk, és akkor meg fog jönni. Mi újság van, hogy telt a hétvége? Gyönyörűen. Jó volt? Országos turnén voltunk, hogy a zenekarommal, gyerekek, hogy annyira hülyék vagyunk. Beírtam a naptáramba. Mondom, Velencéről 5 perc alatt átérek M1-es felé. Nagyon jó lesz, visszük a gyerekeket végre. Hét elején megnézem, nem környék, körment. Aha, hát... 280 kilométer, innen 4 órát ültünk a buszba, 4-et. A 40 fokba, és megérkeztünk Körmendre, ahol szintén ez a 40 fok volt, de hogy lett, aki ilyen hülye? Hát egy kellemetlen csalódás, igen, nem? Igen, mert mondom, Velencéről átszaladok értel, ott iszunk egy fröccsöt, a srácokkal lenyomjuk a jó bulit, visz. Körmend. Jó napot kívánok, ez volt az első benézés a hétvégén, a másik pedig a balatoni vihar. Ú, nagyon kemény volt. Szombat este.
Mi megúsztuk, mert mi Balaton Mária fürdőn voltunk, szintén zenekarozni, és azt láttad, hogy az északi parton első villám jobb kéz felől, második villám, harmadik, és így végigverte az egész partot. Állítólag az volt, hogy tömegesen indultak haza az emberek szombat este, mert azt mondták, hogy ilyen halálfélelem meg, hogy vége a nyárnak. Aztán közben nem? Hát aztán közben nem, mert vasárnap ugyanúgy nem fogott, idő volt, hogy megdöglöttél a ízétől, a melegtől, de olyan forgalom volt hazafelé, hogy én ilyet szombat éjszaka még nem láttam, pedig ilyen 11-kor jöttünk haza, és egyszerűen az egész autópálya tele, mindenki menekült, jött el. Én ezzel mulattam az időt. Nagyon jó volt. Ez őrült jó volt. Ez nekem nagyon. Ez jó. Ez jól hangzik. Jó. Ránk volt egy kis születésnap. Szerelmünk gyümölcse 13. születésnapját megünnepelte. Jól érezték magukat. Jó volt így látni, meg érdekes volt látni a gyerekeket, basszus, hogy valószínűleg ez volt az utolsó születésnap, amit játszóházban tartottunk. Nagyon jó volt, nagyon jól érezték magunkat, de már egy picit azt érezzük, hogy a gyereket kezd kinőni ebből a kategóriából, annál is inkább, mert azt láttuk, hogy minden felnőttnél, és nem csak nálam, de minden felnőttnél gyakorlatilag magasabbak, ő is, meg az osztálytársai is. Azért azt, tehát, hogy így, ez volt a harmadik születésnap, amit itt. De ugrálóválasztán jó volt? Ugráltam. Elvettem a pantallómat. Befeküdtél a labdák közé és dobáltad palánkra. Nagyon jó volt. Kicsit lögdösödtünk, tolakoltunk. Dobtál 100 forintot a gépben, kilövi a tenisztabla, és akkor valaki beállt a kapuba, egy másik szülő. Jó az. Aztán sorbáltam a tombolánál. És aztán Ricsi Bohóc. Így van, és Ricsi Bohóc, ha megettél egy hotdogot. Igen, de csak utána, mint én sírtam, mert picit megijedtem a Bohóctól. De Lufit fújt neked. Lufit? Persze, nincs hozzá tüdőm. Játszóházban még tartjátok? Úgy voltunk vele, hát most több, mert mondjuk tavaly már paintballoztak, lehet, hogy meg airsoftoztak. Azért ne kapasd el. Azért. Tehát, hogy így, amit ő akart. Érted? Jövőre már paintballozik, mi lesz jövőre? Nem? Hova viszed? Hát nem, azért azért volt, úgy volt, hogy tavaly volt a paintball, meg az airsoft, most egy visszaléptek. Jövőre megint el lehet sütni ugyanezt. Hogy megint örüljönek. Tehát, hogy örüljönek, hogy milyen jó születésnapja volt tavaly, hogy megbecsülje a múltat is, ne csak a jelent. Igen, mindig adni egy kicsit többet, és aztán még kicsit visszahúzni a gyeplőt. Apa, játszol, ez 22 éves vagyok, hát nem baj. A jövőre kirándulunk, most ez becsült meg örülnek. Jövőre irány a Lajos forrás. Kiszaladunk a béket él, azt elnyalunk egy fagyi. Két gombocot. Ha fáj a torkod, egyet sem. Na, gyerünk az ugrálóvárba. Ugye? Ugrás. Én szeretem egyébként a játszóházat. Én szeretem a nagyon jó. A Beli ismerőseinek ott van a születésnapja. Mondjuk hát 6 évesek, de... De nem, az tök jó. Én bírom a játszóházat. Szülők is gyerekekké válnak, ugrabugrálnak. Az mindig. Meg egy csomó családos van, úgy kell, hogy érezzék ilyenkor. Mindig összehangolja, hogy azért a picik is valahogy érezzék magukat. Tehát, hogy most persze a picik is nagyon élveznék az airsoftot, meg a izét, a festékpatronos lövöldözgetés, de hát, hogyha pofán lőnek valakit, valami kedves szülőt, aki ott mosolyogépen, jaj, az én gyerekem az akkor már nem olyan vicces a dolog, tehát mindig úgy kell ezeket tényleg összeegeszteni, hogy minden korosztály megtalálja magának a megfelelő szórakozási formát. Mi is, férfiak is, mindenképpen kell, hogy legyen egy-két csinos anyuka. És akkor ott leösszeültetek, nézelőttetek. Az ikrek, ahogy leföl. Aha, persze. Hát igen. De nem is lehet szülőként ugrálni, nekem az a bajom. Jó, mondjuk, hogy engem nem engednek fel egy ilyen trambulinra, azt meg megértem. Beszorulsz, aztán itt olyat sokat! Hozzátok az öklöző zsírt. Hozzátok a gépzsírt. Beszorult. De fölengednek. Nem mindenhol lehet tilos. Csak le kell venni a kis cipődet, és akkor mehetsz. Nem szeretik az ugrálóváron az a lehetős része, megpróbálsz fölrohanni, és akkor ott szembe a gyerekekkel, aztán mennyire szeretik, de egyébként ugrálhatsz jóltan. Vagy nem engednek, vagy nem engednek. Nem, nem tudom, így rám néztek, és igen. Már... De az volt, hogy Rákóczi felé áthúzva, vagy csak felnőtt áthúzva? Tehát, nem, volt, nem 110 mindegy, fölött volt. Lajos, nézzétek meg a kompresszort, meg középen, nagyon beszakad a közepe. Igen, az a baj, hogy te ugrálsz, nincs nyomás, csak a felé. Rákóczi fönn. Hogy ugrálsz, hogy a másik gyerek a kicsi az elszáll. Igen, a hát könnyek, az hogy te a ugrásodat, mint a mérlekint, érted, kilőnek. Középen szépen lecsúszod, aztán egy ilyen nagyon fura vialakot vesz fel az egész szerkezet. De ha én beugrom, akkor a másik oldala. Paf! Úgyhogy lehet, hogy ezt azért nem engedik. Na.
szóval akkor mindenkinek jól tett. Jól éreztük magunkat. Egyébként pedig volt ugye a hétvégének, meg az elmúlt 4 napnak egy nagyon komoly sportesemény. Beszéltem róla, hogy Vozár Attila egykori kiváló ultrafutónk vállalkozott arra, hogy 1300 kilométert letekerjen 5 nap alatt, ebben az időben egyébként. Gyakorlatilag folyamatos tekerés, hogy felhívja a figyelmet egy soproni kisfiúnak, akinek nagyon komoly mozgásszerű problémái vannak a betegségére, illetve hogy megpróbáljon neki egy kis pénzt gyűjteni. És hát ez Attila 4 nap, 9 óra alatt letekerte ezt az 1300 kilométeres távolságot. Nézegettem fent egy bejegyzésekre a Facebookon, meg így próbáltam amennyire lehetett így érdeklődni a dolog iránt, meg hogy meg informálódni a dologgal kapcsolatban, és hát így belegondoltam, basszus, hogy még a szobában is igen, levegőt se kaptál, nem egy sport teljesítmény gyújts. Ő meg ilyen, hogy hívják, ilyen 250-300 kilométereket tekergetett naponta, mondjuk bekapott egy nagyon csúnya inhüvelygyulladást, és az állandó váltogatás meg fékezgetés miatt, de hát az, hogy kint az aszfalton, ott a kis 40-50 fokokba így letekerte ezt a 250-300 kilométeres napi penzumot, azért az nem az gyenge. Az nem jó. Gyenge, úgyhogy nagyon nagy gratula neki, Mozár Attilának. Az jó. Gratulálunk. Na nézzük gyorsan az SMS-eket. Azt mondja, hogy M7-es Budapest irányában a Pákozdi pihenőnél mérnek. Mindenki vigyázzon. Aztán nézzük, hogy mi van még. Trafi van Kossuth utcára majd felől érkezőkhöz. Hajna 3 és 6 óra között tuti kaszállás. Ja, hogy valaki kérte, hogy legyen ott trafi. Aha. Azt mondja, jó élőben halad meneteket, sajnos csak ezen éjten vagyok itthon, aztán megyek vissza Németországba. Isti-pisti küldte nekünk. Ottikám, alig várom a szerdát. Ja, tényleg. Hát a Böllérfiú meg a roncskutatót küld emen napon Szabira. A roncskutató és a Böllérfiú. Törpepe. Küldte nekünk, köszönjük szépen. Így van szerdán retro nap, úgyhogy szerdán már nem is nagyon készülünk témákkal. Csak zene lesz. Csak a minőségi jó zene. Csak a minőségi jó zene. 10-re jövünk zenét bekészítve. Verakjuk a zenét, és magyar retro nap, tehát külföldi zenék nem lesznek, csak is kizárólag magyar. Magyar retro napot tartunk. Na, mutatjuk, mivel foglalkoztunk pénteken. Ugye a hallgató kérdezhetnek rovatot indítottunk már 1-3 héttel ezelőtt, és ez csak próbaüzem volt, de olyan nagy sikerre volt, és olyan sokan kérdeztétek, hogy lesz-e még ilyen, hogy folytattuk a rovatot, és úgy néz ki, hogy pénteken az utolsó fél órában nektek adjuk majd át az irányítás lehetőségét, mindenki telefonálhat, e-mailt küldhet, SMS-ben is kérdezhet, és megpróbáltuk rá válaszolni. Hát ismerve a hallgatóinkat, azért kevesebb komoly kérdés érkezett. Sokan humorizáltak inkább, de mi a humoros kérdésekre ugyanolyan nagy elánnal próbáltunk válaszolni. Úgyhogy megmutatjuk, mi történt velünk pénteken. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Fél hét van pontosan, vagy hát egészen pontosan lesz 1 perc. Szóval a Trafi az M3-as autópályán a 203-as kilométernél mindkét oldalon a szokott helyen a felüljáró alatt. Laci küldte nekünk. Ma legyen a szerdai főpróba, Bali. Nem lesz, nem kell főpróba. Mi már csak az előadásra szállunk fel, repülünk, és jó lesz. Jó lesz a szerda. Na, új hét kezdődik, csonka hét, úgyhogy minden egyes győzelemnek súlya van. Ráadásul a múlt hetet elvesztettük, úgyhogy hát igen. Átadtuk a múlt hetet, fogalmazzunk. Átadtuk a múlt hetet. Ezt az elvesztettük. Gesztus gyakoroltunk. Így van, átadtuk a múlt hetet, de ezt most hoznunk kell, úgyhogy aki játszana velünk, jelentkezzen SMS-ben. Jó, írjatok nyugodtan, mi meghallgatjuk Ákos híreit, aztán jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 6 óra múlt, 48 perc. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És nem sokára játszunk, mert hogy nagyon sokan jelentkeztetek ma reggel a játékra. Előtte azonban gyorsan egy-két közlekedés. Trafi az Árpád itt felé, a Domus után Gábor küldte nekünk. Aztán gyorsforgalmin az Üllői úti vasúti átkelőnél Peugeot a szalagkorláton kifelé alakul a sor. Ezt Norbi küldte nekünk, köszönjük szépen. Ungária körúton a Árpád híd felé 3 lábúval mérnek. Papká utca előtt. Ezt is SMS-ben kaptuk. Na, hát akkor nézzük meg, hogy kire, mivel, hogyan megyünk, mert hogy játékosunk itt van. 2 kell nyerni ezen a héten, gyerekek. Ennyi. Aha, és meg vagyunk. Nem többet. Csonka hét. Nem kell többet nyerni. Így van, megnézzük ki a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél?
Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt. Hello, Balázs, Feri, Jani. Szia. Jó reggelt. Hello, Szilárd. Honnan hívtál minket, Szilárd? Szenegálról. Honnan? Szenegálból? Szenegál. De szép hely az. Egész jó. Egész jó. Honnan? Jó a vonal. Igen, egész ugye? Jó. Honnan, Szilárd? Nem értettük. Szentgálról. Szentgál. Aha, Szentgál. Merre van ez? Veszprém megyébe. Veszprém megyébe. Szép hely? Nem rossz. Nem rossz. Ez olyan volt, hogy nem különösebben. Tehát igen. Az a nem rossz, ez egyenlő volt. Sok szép emlék. Ez az el tudnám hagyni. Igen. Ez volt. Szép, de... Igen, mit csinálsz arra felé? Hát még tanuló vagyok. Úgyhogy... Szóval tanulgatok. Jó, még most beszélsz nyugodtan. Most még beszélsz nyugodtan. Most még lehet. Lehet beszélni. Mit tanulsz? Szakács leszek. Hoppá! Jó az. Szakács. Mennyit kell tanulni, hogy az ember szakács legyen? Hány éves a suli? Hát 3, de nem elég. Több kéne. Már hogy érted, hogy nem elég? 3 év alatt nem sok mindent tanítanak. Tényleg? Rossz a suli? Hát 3 év alatt azért sok mindent meg lehet tanulni. Meg sok mindent nem. Aha. Aha. Hát gyerekek, én mindent megpróbáltam, kérdés esetleg. Aha. Szerintem vágjunk bele. Igen, az a baj, hogy nem akar beszélgetni, tudod? Tehát nem, a játékra tartogat. Így van. Szicukat egyébként lenni, hogy egy eleinte nagyon szűk szavak, nagyon nem akarnak semmit beszélni, aztán amikor megnyerik a játékot, meg hirtelen, nagy arc van. Barátnőd van? Nincsen. Akarsz egyet vagy? Keresünk. Kivel szeretnél játszani? Veled, Balázs. Ó, akkor leteszem az almás pitémet. Pedig. Pedig mennyire jó lett volna hogy egy falatot tenni. Na jó. Tehát egy ilyen passzivitás miatt ki lehet zárni téged is. De senki mondjad, hogy passzivitás miatt ki lehet zárni? Ha még nem kezdődött el, vagy hogy érted? Nyugodtan, hogy itt elisztálja úgy lehet beszélni. Ja! Aha. Ezt kitől hallottad, anyukától? Egy sor. Elisztálja, nem beszélünk. Na, indítsuk az órát, jó? Indítsuk. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, azt... Szabalán, azt szeretném kérdezni, mi mit téged rá abra, hogy a médiába dolgozzál? Nagyon elszánt vagy. Jól hallom? Jól. Itt vagy? Halló? Itt vagyok. Mi volt a kérdés? Azt szeretném kérdezni, mi mit rá téged arra, hogy a médiába dolgozzál? Anyám erőltette mindig. Mondta, kisfiam, dolgozz a médiába. Neked? Anyukád erőltetett valamit? Nem. Nem mondom, hogy fölborzoltuk a kedélyeket ezzel a játékot. Hétfői játék volt. Erősen hétfői játék volt. Mindegy, a pontot nem kell magyarázni, azt pedig mi húztuk be. És azt is megtudtuk, hogy anyád egy tündér asszony, mert nem erőltetett semmit. Így van. Itt vagy? Itt vagyok. De ezt már most miért nem beszélsz? Picit elszontyolottál? Elszontyolottál. Picit? Beleszaladtál egy nagy pofonba gyorsan. Na majd legközelebb. Persze. Persze. Hát ez jó vigasz nektek. Mindig ezt mondja valaki, majd legközelebb. Hát ha lesz legközelebb, ugye ez a kérdés. Nem volt egy gyors játék, illetve nem volt egy hosszú játék, Szilárdom. Nem tartottál sokáig. De úgy érzem, hogy te elkészültél kérdésekkel. Nem igazán. Ja, akkor rosszul éreztem. Jó van. Na elköszönünk, mert nem vagy túl bőbeszédű. Jó? Dumálunk, aztán... amikor indulsz a Bokuszdóron. Így van. Be ne álljon a szád. Jó? Ciao. Vigyázz magadra. Ciao. Szia. Na, meg is van az ennyi. Első. Ennyi. Ennyi gyerekek. Hát most ennyi. Hát én kicsit döcölve, kicsit lassacskán, kicsit hétfő. Mit számít? Hát neki indultunk a hétnek. Tök jó. Soha nem kérdik a győzelem után, hogy azt hogy volt, hogy az ellenfél volt fáradt, mitől volt. Hát jó, megvan. A pont kész. Ennyi. Ennyi. Még egy pontot hozunk. És az egész hét megvan. Mert ugye csonka hét van. Így van, 3 nap. Mi lesz augusztus 20-án? Nagy tűzi játék? Hát reméljük, hogy nem fogja elmosni az eső, meg nem lesznek ott viharocskák, mert akkor minden le van fújva. Szerintem nagyon komolyan készülnek rá, ugye a néhány évvel ezelőtti esemény miatt. Most annyit csináltak, hogy visszatették a Gellért hegyre, és a katonaság legnagyobb örömére, képzeljétek el, mert ők gyakorlatozhatnak most, pontonokról fogják majd föllőni, mert igaz volt mindig, hogy hajó ment, és láttam egy nyilatkozó 100 000-est, hogy ez nekik nagyon jó, mert ők most a Tiszán gyakorolnak. Azt nem tudom, hogy hol, mert nincs víz a Tiszában konkrétan. Nincs nagyon, igen. Semmi. Tehát a mai újság hozott le képeket, ilyen pocsolyák vannak. Mindegyük gyakorolnak, és ponton hidakat építenek föl, azt föl fogják építeni a Dunán, és onnan lövik. De jó! Jó lesz. Mi eddig honnan lőtték?
Eddig hajóról. Ja, hajóról. Ha vagy úszájról. Nem mindegy, hajó vagy ponton. Én mondom, hogy ez most ez egy fontos változás. Ez egy nagyon fontos, igen. Igen, nagyon fontos. Meg visszamegy a Gellért hegyre, mert azt most az utóbbi években hanyagolták. A Lánchídon mindig van, ott van a görög tűz, meg nem tudom honnan lövik, de most azt mondták, hogy a jelentős része a Gellért hegyről lövődik majd fel. Legyen jó. Hát, de ha így mondták, akkor lesz... biztos Honvédségtől nyilatkozott. Így van. Mondta. Csapataink készen állnak, összeszedjük a pontonot. Nem, nem volt ennyire. Ha ilyen idő marad egyébként, akkor szerintem tuti, hogy megint lesz ez, hogy lesz, nem lesz. Mert ugye jön, tehát hogy viharos idő van, nem? Nem? Nem az lesz? Egyre rosszabb lesz, de kétszernál lesz egyre rosszabb idő, igen. Nem tudom, ez a tűzjáték valahogy nem mozlázba. Én egyszer voltam ki 10-12 évvel ezelőtt. Ott egy órát, mire leérsz, vissza, megint dugó van, utána brutál tömeg, valahogy nem. Nekünk az volt a jó, hogy a Tatabánya térről, tőlünk Lőrincről, az egészen gyönyörűen lehetett látni mindig, amikor tiszta volt az idő. Teljesen felesleges volt kimenni. Kimentük a Hargitára, aztán onnan néztük végig az egészet. Tök elég volt. Igen, de nem, valahogy nem tudom, én nem tudom. Nem tudom rászállni magam, hogy elinduljak. Pedig a gyereknek biztos nagy élmény, de hát olyan dugó van. Meg. Igen. Na jó, van 4 perc, ha pontosan 7 óra van, friss közlekedési híretek, akkor küldjetek el nekünk. Jó. Aztán azt nézem, hogy van még friss közlekedés hír. M7-es Budapest felé 48-as kilométernél lézereznek, gyoma után Szarvas előtt baleset, lezárva az út, valamint gyorsforgalmin az Ülői vasúti átkelőnél Peugeot, a szalagkorláton kifelé alakul a sor, ez pedig Norbi küldte nekünk. Ákos mondja a híreket, mi pedig jövünk a hírek után. És uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, 8 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk egy jó kis Robbie Williams és Kylie Minogue után. Sose rosszabb. Sose rosszabb a gyerekek. Sose rosszabb, ez el kell, hogy mondjuk. Úgyhogy ezzel indítottuk a hétfő reggelünket. Hát ez jó. Jó volt. Jó kis Robbie koncert az égetel, mi? Hát igen, a 90 ezer ember között ugye senyvettünk egyesek meg magán Robi koncerten. Magán Robi koncerten. Magán Robi koncert hát, valahol. Milyen világ ez? Valami szigeten? Na mindegy. Igen, mert a bulvár hozta ugye Vajna Tímea, Instagram fotóit követik, és hát kiderült, hogy ő Szardínián vagy hol volt most éppen az ő barátaival, ahol magán Robi oda koncerten a rossz sorsa. Igen. Oda vetette a rossz sorsa, és magán koncerten volt, ahol Robi egy szálloda vendégének zenélt, vagy énekelt. És akkor ő is ott volt. Miért nem bírják megbocsájtani az emberek Tímának az életét? Hát most ő hát ilyet választott, érted? Most mondta volna azt, hogy nem megyek le. Csak azért se. Fúj, neki megnyugodjon. Szerintem nem Tíma életével van a baj, hanem a kicsit mit tudom én. Szóval lehet így is úgy is élni, hogy azért egy kicsit kevesebbet mutatsz meg. Uh-huh. Vagy kicsit szolidabban. Tehát ott lehet lenni azon a koncerten nincs úgy is, baj. Hogy... Szóval nincs vele baj. De ő örül neki, és azt gondolja, hogy ezt igen. Megosztja a világgal. Ja, igen, hogy egy picit az élményből azok is részesüljenek. Akik soha nem jutnak el, nem hogy magán Robi koncertre, semmilyen Robi koncertre. Ráadásul ő ugye azért hát tudjuk, hogy ugye a Vajnával van együtt, és azért hát nem tudom, hogy mennyire tesz jót, hogy egy olyan embernek, aki azért politikával is foglalkozik, és hát tudjuk, hogy azért köze van a napi politikához, annak a párja, a felesége ilyen sűrűn posztol jelen pillanatban, tehát lehet, hogy egy picit ezt így szerényebben kellene. Én örülök, hogy elmegy, meg ezt menjen síelni, meg magángép, tehát semmi bajom ezzel. De mindenki olyan életet él, amilyet választott, meg amit döntött, meg amit szeretne, meg hát amire lehetősége van, sajnos sok embernek erre nincs. Csak talán, ha minden tizediket tennék ki, akkor kevésbé. Aha. Tehát miért teszed ki magad ekkora utálatnak? Én ezt sose értem. Más kérdés, hogy a magyar ember szívesen utálkozik azért, persze. De fene se tudja, én ha most magárepülővel mennék a Robi koncertre, hallgatnék róla, és nem mondanám. De hát nem vagyok annyira bátor. De ha most te hozzámentél volna Andi Vajnához. Mondjuk legyen egy női Andi Vajna. Igen. Tételezzük fel, hogy te vagy Andi Vajnáné. Én vagyok Andi Vajna. A világ egyik leghíresebb producerének vagy a felesége jelen pillanatban, aki nagy filmsikereket csinált, tehát rengeteg pénze van. Tehát ezt fölösleges tagadni, ügyes üzletember. Ebből is. Ebből is, meg hát azért ahhoz kell a politika is. Most már igen, most már kell, de nyilván az alapokat
azt ugye ott teremtette meg. De most tagadod, most azt mondod, hogy nem mentünk magángépe. Hát van neki magángépe, fölültek rá, vagy bérelt egyet, hát és elment mentek, vele. Hát. Nem, nincs ezzel baj. Én szerintem ez nem baj, hogy az ember elmegy magángéppel, ha erre lehetősége van. Hát legyünk őszintén, ki nem menne, ha lenne lehetősége. Ugye? Tehát ezt így kell nézni. Tehát ezt nem úgy kell nézni, hogy nem egy magángéppel megy. Ha neked lenne, te is mennél. Mondom ezt a hallgatónak. Ha nekem lenne, mint mondom, Andy Vajnáni. Akkor nem hívnál meg bennünket, de menni. Andival élnék, és lenne egy nagyon gazdag barátnőm, vagy feleségem. Valószínűleg én is elrepkednék magángéppel. Tehát erre azért nehezen lehet egyfajta tartás miatt nemet mondani. Nem? Akinek lehetőség van, az hát persze, neki az van, neked meg más. Például Timinek nincsen favorit kerékpárja. Nekem megvan. De milyen? Csak szerintem a kevesebb több. Tehát az ilyen fajta hivalkodás, vagy az ilyen fajta magamutogatás, vagy az ilyen fajta gazdagság hirdetése, az valahogy olyanná teszi, mintha még nem nőtt volna föl ahhoz, hogy ő ezt kezelni tudja. Aha. Valószínűleg nem is. Hát belecsöppent a jóba. Belecsöppent a jóba. De hogy ezt valahogy az a szép ez, vagy akkor jó, ha ezt az ember valahogy tudja úgy méltósággal kezelni, hogy kevesebbet mutat. És a kevesebből is tudom, hogy nagyon jó neki. Meg a kevesebből is érzem, hogy persze, hát jó dolga van, hát gyerekek, Andy Vajna tényleg milliárdos, és kaszinőüzletek, és filmipar, és hát azért tudjuk, hogy valamit a tejbe aprítani. De ha mondjuk csak egy hónapban kitesz kettőt, és ez egy diszkrét, valami finom, akkor az egésznek valahogy így van stílusa és elegancia. Így viszont, hogy minden magárepülővel mentünk síelni, magárepülővel mentünk Eszpenbe, magárepülővel megyünk, indulunk partizni. Érted? Így az egész kicsit olyanná teszi, mint nem tudom, olyan kicsit olyan szalfeneset. De ez a nincs vele baj, meg menjen, szóval bennem aztán semmiféle irítség nincs. Sőt, én azt mondom, hogy basszus, tök jó lehet, hogy ilyen magárobi koncerten ott üldögélni. Nem, hát persze, én is elmennék. Az ő Facebook oldal, az nem egy ilyen zárt csoport? Szerintem nem, az nincs. Ott oldott le bárki csatlakozhat. Nem tudom, mert most nem tudom, hogy írják a nevét, én már nem értek. Vajna tímea. Úgy, csak te tudod, amikor hát nem, az ív. Amikor valaki ugyanezt csinálja, mondjuk egy világsztár, vagy egy olyan pókerjátékos, vagy egy olyan... Ezt akar, a boxoló csávót akartam. Vagy a boxoló csávó, aki azért elérte, aki azért a legjobb a világon, aki azért letett valamit az asztalra, most mindegy, de mégiscsak tudod, hogy az ő arcával, az ő brendjével, az ő tehetségével keres milliókat, milliárdokat, mert jó pókerjátékos, mert jó színész, mert jó boxoló. Akkor az valahogy azért nem tűnik ennyire olyan kis bénácskának. Hát egy teljesítmény van mögötte. Amikor mit tudom, én ott van, hogy most éppen indulok, én követek egy-két embert az Instagramon, és mondjuk a Dan nevezetű kis pokerjátékos, aki most éppen megyek Vegasba, és ott ül a haverjával két brutál nővel, és mennek a magánrepülőgépen. Egy hétvégi kirutanás Vegasba, ez a kép aláírás, megőrülsz, annyira jó. De hogy mégiscsak azt gondolod, hogy ő az, aki ezt elérte. Hát persze, nem? Meg tudod, hogy érte, szerencsés teszik. Volt, ügyes volt, mit tudom, jó befektetései voltak, meg hát megteheti. De tudod, máséval úgy eljátszani, az ezekben az országban más a szellemiség is, millió egy nagyon gazdag, náluk is sokkal, de sokkal gazdagabb ember van, és ott nem irritál, ott nem érzed azt, hogy egy picit ilyen provokatív. Tehát, hogy mert mondjuk a Floyd Mayweather Jr. sem lehet megvádolni azzal, hogy nagyon okos lenne, de hogy nyilván azért egy magyar gazdag embernek, vagy egy olyan felső tízezerhez tartozó embernek, vagy aki felső tízezernek az életét éli, az embernek azért kellene, hogy már legyen benne annyi szociális érzékenység, hogy vegye a lapot, hogy hát itt azért az emberek nagy részét ez irritálni fogja, amikor napi gondokkal küzdködnek, akkor ne azt kell látniuk éppen, hogy milyen brillt, milyen karórát, hogy milyen fesztiválon, hogy milyen vörös szőnyeg, hogy milyen repülővel, milyen hajó, stb. Én szerintem, hogy mindenki jól élne, akkor is irritálna. Tehát, hogy ezt szerintem inkább fejben dől el, mert mi azért egy elég irigy nép vagyunk. Tehát ez nem azért irritálja, mert nekem nincs, hanem mert a magyar irigy. De a magyarnak több lenne, akkor is irigy lenne. Tehát szerintem ez egy mentális kérdés. Ez nem arról van szó, vannak nálunk sokkal szegényebb országok, ahol azért nem látod ezt a fajta szemet szemért fogad fogért, mindenki írja és mindenki dögölje meg, akinek több van mentalitás. Tehát, hogy van az a réteg persze, aki ezt nem engedheti meg magának, sőt, a legtöbb ember nyilván nem engedheti meg magának. De az, hogy te irigy vagy, az nem az anyagi helyzetet. Legtöbbször ez az ellenérv kerül elő. Én azért nézegetem időnként így tanulságképpen, mert kíváncsi is vagyok rá, hogy az emberek hogy reagálnak erre a dologra, vagy erre a fajta ennyi szóval, meg nem ennyi szóval magamutogatásra, és ott általában az ellenérv mindig az, hogy én meg közben, hogy hívják azért, hogy az összes csekket be tudjam fizetni, és még maradjon is valami. Tehát, ez viszont ez a szokásos magyar keserűség. Szóval ez szerintem ez meg azért rossz mentalitás, mert nem ő tehet róla, hogy neked nincs.
Tehát ez az ő repül, én viszont alig tudom befizetni. És miköze van egymással a kettőz? Az, hogy ő elrepülte, meg nem tud befizetni a csekét. Hát nem a te pénzedből veszi meg a kerozint, nem? Igen. Vagy nem a te pénzeddel repül el, szóval, hogy én nem gondolnám, hogy az egyiknek közel lenne a másikhoz. A magyar szerintem meg akkor is így, ha mindenkinek jóval több lenne, mert az se lenne elég. Mi azért egy irigy ország vagyunk. Bármire. Szóval, hogy azért ez mondjuk ki, hogy azért a magyar ember az barom irigy. És rossz indulatú tud lenni, nyilván nem mindenki, meg nem lehet általánosítani. De hát ez most ez a komment, hogy most én meg közben befizettem a sárga csekkémet, hát ez most... Aki alá kommenteli ezt, az meg pont nincs baj az. Igen, de szerintem abba volt igazad, amikor azt mondtad, hogy mondjuk felhoztad a Floyd Mayweather-t, hogy meg mondjuk a pókeres srácot, és mind a kettő mögött azért van egy bizonyos fajta, vagy típusú két dologról beszélünk, mert a sport meg a kártya szerencsejáték az szerintem nem ugyanaz, de hogy mégiscsak van mögött valami a teljesítmény. Így van, és szerintem leginkább ez lett benne az irritáló, hogy teljesítmény nélkül tud valaki megengedni magának ilyen dolgokat, nem? Igen, mi fene se ott tudja. A legbicska nyitogatóbb. Hát aztán ki tudja, hogy milyen teljesítmény van mögötte. Hát mondjuk. Hát, azért ezt ne felejtsük el, hogy azért nem tudunk mindent. Hát végig is igazunk van. Hát, ugye? Hogy azért így, hát egyébként ha lehet, ha tudnák mindent, akkor azt mondanák, hogy kétszer ennyit is megérdemel. A betyárjár. A betyárjár. Sőt, így már is kalapozzunk még. A betyárjár. Micsoda teljesítmény. Micsoda teljesítmény. Hát azért azt nem tudhatjuk. Azt nem tudhatjuk. Érted. Na nézzük gyorsan, hogy mit írnak a hallgatóink. Azt mondja, hogy Robert Károly körút Honvéd kórház magasságában az Árpád híd felé haladókat mérik, mindenki figyeljen. Ádám küldte nekünk, M7-es Balaton felé EJG rendszámú kis áruszállítóban haldoklik a sofőr. Jaj. Jézusom, ez mit jelent? Leáll a plusz külső sáv, 70-85 km per óra, kamion előzési tilalom van a fenébe. Ezt nem teljesen tudom értelmezni. Baleset az M5-ös 52-es kő után Szeged felé, egy személyautó berepült az erdőbe. Még nincs dugós. Annyi küldte nekünk, Faradon kék kisbuszból mérnek ismét, már hiányzott. Moa küldte, valami gyorsforgalmin az Üllői úti vasúti átkelőnél Peugeot a szalakorláton kifelé alakul a sor, ezt pedig Norbi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na... hadd szóljak hozzá, írja valaki. Már szólj, nyugodtan SMS-ben, de ezt a témát lezártuk. Igazából ez csak egy ilyen kis röpke kitérő volt. Mi történt ezzel a vonat szerencsétlensége? Vagy ez hogy történt? Mert amit az ember olvas, az egész egyszerűen elképesztő. Rengetegen megsérültek, csak azért, mert az egyik vonat vezető azt mondta, hogy ő nem várja meg, amíg megér a másik, és nyomott egy kövéret, és elindult. Gondolta, beáll elé. Beáll elé, igen. De azt hinné az ember, hogy ennél azért szabályszerűbben működik az emberek utaztatása és a vonatozás. Tehát piros volt a lámpa, piros volt a lámpa, nem jött szembe senki, és azt mondta, hogy na jó, eddig nem tovább, és kilőtt? Igen, hogy hát ez így szokott lenni, hogy vársz, egyszer csak átmész. Csak ugye ez a vonat szerelvénye nem olyan egyszerű a sztori, mint egyébként egy kocsival vagy bringával átmenni a másik előtt. Hát ez most nem jött össze. Azt mondják a vasúttársaságnál, hogy a vasutasok szakszervezet, hogy szerencsének köszönhető, és ez a legmegdöbbentőbb az egészben, hogy évente nem történik több, akár 10-szer vagy 20-szor ennyi baleset, mint amennyi történt. Ez, ez nagyon megértető. De miért? Hát van egy lámpa, megvárod, piros, elindul zöld. Hogy van ez? Vagy hogy örüljünk, hogy nem történik ennél több? Itt működött minden ennél az esetnél? Tehát működött a lámpa, piros volt, csávó megnézte, piros, megyek tovább? Vagy volt valami hiba? Azt tudjuk, nem volt semmi, ugye? Nem. Az én információim szerint tökéletesen működött minden. Műszaki problémát nem nagyon volt. És akkor most arra hivatkoznak, hogy csak tök jó, hogy várjál. Arra hivatkozik a MÁF, hogy tök jó, hogy csak ennyi van, mert 10-szer ennyi is történhetne. Igen. Igen, az volt, hogy ugye nem várta be a kijelölt helyen, az állomáson, a Balassa gyarmat felől érkező szerelvényt, aha, és emiatt történt ugye ez a baleset. És elmondták nekik, hogy hol kell bevárni egymást a két szerelvénynek az egypályás vonalon, és az Aszódról induló motorvonat késése miatt ez áthelyezték a találkozási pontot. Csak erről elfejtettek szólni a másik embernek. Meg. Ez annyira tipikus lenne a sztori, de tényleg? Igen. Késett az egyik, késve indult, és... nem felejtettek el neki szólni, tehát előre, szóltak neki, csak áthelyezték, és egyszerűen csak az egyik nem tartotta be, hogy akkor meg kellene várni a másikat. De hát, ha én tudom, hogy nekem meg kell várnom, akkor tudom, hogy előbb-utóbb ő szembe jön velem. Tehát miben bízott? Hiszen tudom, hogy két pályáról jövünk, de ott egy pályára szűkül, tehát ha én nem várom be, de elindulok, akkor előbb-utóbb hiába késik, valahol megjön.
Nem? Vagy ezt most nagyon laikusként kérdezem. Hogy van ez? Szerintem azt gondolt, hogy ha nagyon gyorsan megy a két pont között ő, aki elindult, akkor még hamarabb átér, érted? Átcsúszik. És mire a B-jelű vonat elindul, addigra ő már bent lesz az állomás. Vagy addigra már újra kiszélesedik. Igen. Na most akkor nincs valaki, aki azt mondja, hogy Józsi, állj meg! Halló! Halló! Ha piros volt a lássad, lassítsál, tolass vissza, ne menj el! Bele tud menni úgy egy vonat a pirosba, hogy azt senki nem veszi észre? És nem szól rá senki? Vagy nincs például olyan rendszer benne, ami letiltja a vonatot, hogy nem mehetsz be a pirosba? Nincs. Az már nagyon high-tech lenne. Nincs, az Japán. Igen? Az Made in Japan. Hát nálunk és a forgalmista nem kijön. Igen, csak azt mondják, hogy nem volt ott forgalmista szerintem. Na de várj, nézzük meg a nyilatkozatokat. Azt mondja a vasúti szakszervezetnek a vezetője, mit tudom én ki tök mindegy, hogy leterheltek, és nem elég képzettek. Na most mihez nem elég képzettek? Ott ül mögötted 300 ember. Józsi, alsó Endrődő, álljál meg! Ha piros. Ugye? Ne mozduljál! Aha. Maradjál ott a seggeden, és amikor majd jön a másik vonat, indulj el. Látod szemből magad felé jönni? Igen. Ha elment előtted a... túltereltnek lenni, igen. Ha elment melletted, menj! Onnan fogod látni, hogy alsó Endrőt, hogy ki van írva. Ott állj meg, jó? Ne menj tovább, ne előbb, ne utóbb, ott, alsó Endrőd. Ott lesz egy táblá, magyarul. Nem felső? Ott már. Nem felső. Véletlenül se, így van. Jó, alsó Endrőd. Ott álljál meg, nem állok. De állj meg! Ugye? De nem. Na most de. Nincs. Amúgy is túlterhelt vagyok, meg alul képzett. Én nem állok meg. Sokan vannak, ők mennének, én is mennék, hát ha átérünk. Egyébként meg ez az alul képzettség. Tehát, hogy szerintem azért egy mozdonyvezető, tehát nem is értem magát a felvetést, hogy nem lehet alul képzett. Tehát, hogy érted, itt naponta emberi életek százai vannak ugye, az ő kezébe adva, rá bízva, érted? Tehát nem lehet. Tehát, szerintem nem a vonatvezetőre értették az alul képzettet, hanem az utasokra. Nem tudták megbúzni a végzettutat. Képzeld el, amikor te látod, vagy realizálod azt, hogy mondjuk mész ilyen 50-55 km/h, és egyszer csak azt látod, hogy jön veled szembe egy másik vonat. Mert állítólag az egyik kalauzad még tudott szólni, hogy na hölgyeim és uraim, kapaszkodjanak. Akkor most van az a helyzet, nagyon kellene kapaszkodni. De állítólag az egyik kalauz szólt, de hogy akkor most baj lesz. Mert ugye 200-300 méterre te előre látsz, és azért ha 55-tel megy a két vonat, akkor van egy pár másodperced erre felkészülni. Nem tudom a Kaller, hogy látta, mert hát hogyha nem egy autóban ülsz, ahol látod a szemét. Kihajolt előre nézett. Állítólag szólt. És ülsz is másodosztályon, igen, van a hogy most kéne kapaszkodni. Na most a kalóz hogy igen. Szól? Egy kocsiba szól, de van mondjuk 8 kocsi, 10 kocsi, nem hiszem, hogy végig rohantam, mint egy alokakuk, hogy kapaszkodj, ütközünk. Ugye erre nincs idő. Tehát ahol volt, ő tudott szólni, hogy kérem kapaszkodjanak. És a következő pillanatban frontálisan ütközöl egy másik vonattal. Isteni szerencse, hogy ebből nem lett egy brutális tömegszerencsétlenség. Meglát a szemből a vonatot, és azt mondta, hogy most itt vagy délibában, vagy nagy szarba vagyunk. És az utóbbi volt. Igen, és a vezető is ki tudott ugrani a saját fülkéből, azt hiszem, és ő is úgy hátra ment, vagy hátra szólt, vagy a kalauznak szólt, hogy ütközni fogunk. Tehát, hogy mindenki készüljön föl. Ők elindították ez a vészfékezést. Most nem jött be! Elindította a vészfékezést, és hátra ment szólni. Hát rettenetesen analóg az egész, ahogy ez történik. De mint a 1843-ban Vadnyugaton, nem? Két szerelvény fut a mozdonyvezető, szól, hogy ütközünk, húzzák a vészféket, és mindenki felkészül a becsapódásra. Mondjuk mennyi? 500 métert látsz, ha egyenes a pálya, vagy 300 körülbelül? 300-400 méterre ők már látták hogy ütközni fognak. Más, akkor berántod a vészféket, te vagy a sofőr, vagy hogy hívják, meghúzod a vészféket, hátra rohansz, és szólsz a Kallernak, hogy rohanj tovább, de közben te robogsz a másik felé. Hát nincs ennyi idő. Hát annyi volt, hogy ő meghúzta a vészféket, és volt egy híradó, ahol én azt láttam, hogy az egyik túlélő, vagy hál' Isten mindenki túlélte, de hogy az egyik ember, aki ott volt az utas, azt mondta, hogy a mozdonyvezető is végig szaladt a vonaton, vagy amennyire tudott, és a mozdonyvezető szaladva szólt, hogy ütközni fogunk. Kapaszkodjanak? Azért ez nem túl megnyugtató, amikor látod hátrafelé rohanni a mozdonyvezető menetirányból ellentétes irányba. Hát mit csinálsz? Hova megy? Most, és közben kiabál, hogy ütközni fogunk. Na most ugye, aki ugye hát hátalül a menetiránynak, az van ilyenkor szerencsésebb helyzetben, mert azt ugye megfogja az ülés, az esik nagyobbat, vagy az sérülhet meg jobban, aki szembe ül a menetiránnyal. Mert a szembe ülsz, igen. Ugye, hát vagy akkor csapodsz ugye bele a másik ülésbe. Igen. Akik háttal vannak, azokat fogja meg az ütközés. Csak a fejét veri be. Az csak a fejét veri be. Tehát azok sérültek meg valószínűleg jobban, akik ugye szembe ültek a menetiránnyal. Ezért örülök, én mindig háttal a vonattal megyek.
Tényleg. Voltam Amsterdamban egy hónapja, és mondtam, hogy nem vagyok hajlandó szembeülni, csak háttal. És háttal ültem. Mert ugye ott úgy vannak az, hogy 4-2 erre, 2 arra. És leült, és mondom, hogy cseréljünk. És hogyha lefejjel, aki szembe ül veled. Az ő is megölhet, persze, mert hogyha ő akkor, de ilyen 90%-al mennek a vonatok, tehát ő akkor neked jön, ott tulajdonképpen nincs esélye. Most ha én ülök, tehát megyünk egy osztálykirándulásra. Ja, hát véged van. Igen. Ez a 110 megindul, puf. Ott vége ott van. Ennyi. Akkor neked is menetiránynak háttal kell ülni. Aha, mindenki jön háttal. Igen, a többiek érdekében fel. Szóval ez valami elképesztő. Ez valami elképesztő. De ez nem kell se fáradtnak, se alulképzettnek. Nem. Ez egyszer csak be kellett volna tartani a szolgált utasítást és megállni Nógrád kövesden. Ennyit kellett volna tenni. No, és kézzel rohant hátra is bekiavált minden fülkébe, hogy igen. A balos, hogy most szálljanak le! Most még nincs baj, addig. Nem működött a rendszer, itt azt olvasom, hogy... De gyakor... milyen rendszer nem működött? Te nekik elmondták, hogy állj meg Józsi Aszódon. Ezt elmondták. Álljál meg. Álljál kövesd meg. Igen. Aszód kövesd el, Aszód, állj meg, várd meg a vonatot. Ne mozdulj. Nem mozdulj. Biztos nem menj sehova, jönni fog. Egy perc, két perc. Ha nem jön az... De én gyarmatra megyek, nem vagy fel, most kövesd el, álljál meg. Ne, gyarmatra végállást. Kövesd el, álljál meg. Várd meg, amíg bejön, és utána menj. Kövesd, megáll, és tovább megyek. Ennyi maradt meg. Igen. Az a Balázs, ismételten nem tetszik, hogy Józsinak hívod ezeket az embereket. Jó, mi a bajod a régi nevekkel? Mondjál Leót. Jó, ott ült akkor Krisztián. Így van. És Maximilian. És Jurassic Brandóka. A másik oldalon. Hát komolyan mondom. Nagyon kemény. És ilyenkor ki csuknak le, vagy ilyenkor kit kapnak el? A két vezető a hibás? Igen? Hát illetve az egyik, aki ugye nem várta meg a tilos jelzést, hogy az zöld legyen, hanem elindult Acsa erdőkürtről, és ment tovább. Azt írja, hogy nincs kiépítve a jelfogadás a vonat befolyásoló berendezés működéséhez. Tehát van ilyen, hogy vonat befolyásoló. Mert ugye nekem ez volt az első gondolatom, hogy nincs valami, ami letiltja. Van, de itt igen. Pont nincs. Van? A vonat befolyásoló, az a saru. Na de várjál, hát azért azt nem gondoljuk, hogy ezeket a vonatokat látja valaki, hogy ezeket a vonatokat követik, hogy átmegyek a piros jelzésen. Abban a pillanatban a piros jelzés, tehát az nagyon primitív, csak kérdezem. De be van építve valami a sínbe, egy relé, bármi. És én átmegyek a piros jelzésen, akkor maga a sín lead egy jelzést, hogy rajtam most pirosba mentek én. Át, szól a központnak, és mondjuk felhívják az embert, hogy Józsi, a rohadt... Vagy nem Józsi. Jól láttam? Józsi, Jászmin, a rohadt életbe, Jászmin. Megmondtam neked, hogy állj meg a pirosnál. Állj meg! Érted, mire gondolok? Hát nem kell ez nagyon... Ez a 21. században élünk. A sín érzékeli, vagy a lámpa, hogy pirosban mentek át rajtam. Hívja a központot, és lead egy vészjelzést, hogy vonat, áthaladó vonat pirosban. Igen. Hát ez egy józan paraszti észre gondolkodva. Úgy megy át a piroson a vonat, hogy se a lámpa, se a mozdonyvezető, se a vonat, se egy szenzor, egy relé. Senki nem küld semminek semmit, és így vonatozunk ma Magyarországon, hogy egy mozdonyvezetős fénykap átmegy a pirosba, és egy jelzés nincs, aki fölhívnák a mozdonyvezetőt. Nincs egy ilyen országtérkép a vécénél, egy ilyen villogó kis fényekkel a diszpécsernél, hogy látja hogy abban a pillanatban, hogy egy hónap hol tart, aztán jó, oda megy. De ha nincs ilyen térkép. Megint. De ha nincs ilyen térkép, az nagyon megint. Profi lenne, hogy minden vonat hol tart. Akkor legyen csak az, hogy a pirosban átmenő vonatokkal küldenek egy jelzést a központba. Mert mondjuk fél évente átmegy 3. És abban a pillanatban valami központi egységet hív egy szám. Tű, vészjelzés, Nógrád, Aszód, Csöme, Joszol, és Wufu faluba átment egy vonat a pió. Átment, igen. Krisztián a piros jelzésen. Bárhogy itt átmész, van. 300 emberrel a hátad mögött, akik vidáman utaznak veled. És senki nem állít meg. És hogy, hogy van ez? Igen, vagy hogy amikor áthalad, akkor nem jelzik arról az állomásról? Nógrád kövesdről, hogy gyarmati áthalad, na az baj. Hát gyere vissza. Na az baj. Hát, de nektek ez nem fura? Hát dehogy nem, pont ez hát az, hogy még egy ember sincs ott, aki így elkezdi lengetni a kis piros zászlóját. Hát minden állomáson van ilyen forgalmista ember. De nem, ez nem biztos, hogy forgalmat. Hát lehet, hogy piros lámpa volt nyílt. Nem kever. Nem most ember, ne kevergessük a helyzét, a valóságot. A nem, ez nem biztos, hogy állomás volt. Hát ez lehet, hogy nyílt útvonalon valahol egy piros lámpa, és azt látod, hogy két falu között mit egyszer csak megállsz, a piros lámpát van. Piros lámpa, hát nem csak a vasúti átkelőknél, hanem nyílt pályán is. Van, aki a fényjelzése.
Na jó, hát ha valaki ért ehhez, vagy valaki tud nekünk egy kicsit segíteni, és elmondani, hogy miért még mindig ennyire analóg ez a vasút, akkor hívja már föl bennünket, jó? Hírek után mindenképpen szánunk rá időt, csak hogy megértsük tényleg, hogy ezekre abszolút laikus kérdésekre tudjon válaszolni. Hogy hogy a fenébe indul el valaki 300 utassal a hátam mögött, úgyhogy ő most gondol egyet, és ezt senki nem veszi észre. Meg ha esetleg van tényleg kollega, vagy volt kollega, mozdonyvezető, hallgatóink között, akik meg tudnak magyarozni, hogy Trisztán miért nem állt meg. Nógrád kövesden. Küldje már el nekünk. Akkor küldje már, hogy mondja már el. SMS-ben mi visszahívjuk. Jó, 7:30 pontosan egy perccel. Várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk mindjárt. Ákos, idej után. 3:48 lesz pontosan, 6 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Wolf Kati, utazás. Ez volt a dal. És a dal után már itt is vagyunk. Mi pedig a hál' Isten szerencsésen végződött vonat szerencsétlenségről beszélünk, mert ezért mindenféleképpen annak mondható, de nincs, nem járt halálos áldozattal, sérültek vannak, reméljük, hogy mielőbb meggyógyulnak, és azt kívánjuk nekik, és laikusként próbáljuk kitalálni, hogy a fenébe történik ilyen, mert van egy-két teljesen észszerű, logikus kérdés, amire egész egyszerűen nincs magyarázat. És nem arról van szó, hogy amiről ugye beszéltünk, hogy emberi tényező az nem léphet föl, mert az ember mindig hibázik. A pilóták is hibáznak, a repülőtereken is van hiba, a légirányítók is, tehát nem erről van szó. Csak mindig van egy rendszer, egy olyan kontroll, ami azért ebben segít. És hát azt gondolná az ember, hogy azért, ahol tömegek utaznak, meg 50-en, 100-an ülnek egy vasúti kocsin, vagy három kocsin, még ha ez csak ez a piros vonatocska volt, ami ugye ilyen kétszer-három szerelvényes, tehát nem igen, a nagy motorvonat. Motorvonat, akkor is be vannak építve olyan vészjelzések, amiről az ember azt gondolja, hogy azért ez a 21. században már nem irreális elvárás. Hát most mutatta a Zsűl tényleg ezt az applikációt, ahogy te látod, hogy melyik vonat hol tart. Ugye ez a MÁV Startak egy tök jó applikáció, hogy kínálsz az állomáson, és akkor megnézed, hogy még ebédeljél, egyél egy grill csirkét, ne ebédeljél, mindjárt jön a vonatod, vagy mennyi haza, fest ki a gyerekszobát, visszajössz, és még mindig sehol nincs a vonatod. Tehát még van időd bőven megenni az utas ellátóba egy kókuszrutat. Jújj, de jó azt Úristen, már... Hát nem tudom, hogy van-e, mert én nagyon régen nem ettem. Egy jó kókuszrúd az utas ellátóban, azt szerintem. Van, és ugyanolyan néző, mint 82-ben. De ez mondjuk. Csak mindig a felét tudtam csak meg. De hogy ez az applikáció is mutatja, hogy hol a fenében vannak a vonatok. Hát akkor hogy a fenében nem látták? Nem, azt lehet tudni, hogy ez a bizonyos pálya szakasz, ez egy ilyen úgynevezett egyszerűsített forgalomra berendezett vonal volt, ahol semmiféle ilyen technikai jelfeladó rendszer, ami mondjuk működtetni ezt a vonat befolyásoló berendezést, nem volt kiépítve, ráadásul ezen az Acsa erdőkült állomáson forgalmi szolgálat sincsen. Aha, tehát semmi nincs. Tehát, hogy itt nem sok minden van. Ülsz a vonaton, eszed a kis sonkás, semmi édet, és Tamás kezében vagy, aki a sofőr, így vagy van. Aki a mozdonyvezető. Így van, nem vagy figyelnek, Gábor, nem vagy Dénes. Semmiképpen nem Józsi. Löcsé Virágot, mi szerettük volna egyébként megszólaltatni, tehát ilyenkor ne gondoljátok azt, hogy mi mindig okoskodunk, és nem próbálunk szóvivőt találni. Ő tévében van, nyilatkozik, jelen pillanatban nem tudunk vele beszélni, nagyon szerettük volna, ha mond nekünk erről egy-két dolgot, vagy hát legalábbis válaszol egy-két kérdésre. De itt van Janink, aki vonatvezető. Hello, Jani, jó reggelt! Mozdonyvezető, igen. Én vakon megyek annak után, amit beír nekem, ilyenkor át se gondolom, mert beszélek és olvasok egyszer, és ő nagyon helyesen beírta, hogy vonatvezető. Ez egy laikus megfogalmazás, de szerintem mindenki értette. Ez most elárulom, ez most Anna volt, beírta nekem, hogy vonatvezető. Megbocsátom neki. Na, Jani, tudsz hozzászólni értemben ez a dologhoz, vagy csak beszélgetni velünk? Remélem, igen. Ez a helyzet, hogy amikor egy vonat késik, például és a Barassára gyermekszerre érkező vonat, akkor így megértesítik egy papíron, hogy áthelyeződik a kereszt. Tehát ugye a két állomás között közlekedő vonatoknál ugye egyik állomás, például itt lett volna a menetrendszerinti kereszt, mind a két vonatnak. Most így ez áthelyeződik, erről kap ő egy papírt. Bocsánat, ezt nem most komolyan mondod, hogy egy kézzel írott papírt föladnak neki, hogy... Úgynevezett írásbeli rendelkezés, tehát ez nem egészen így van, valóban. Tehát írásbeli rendelkezésén értesítik arról, ami több példányos, tehát alá kell írni. Hova teszik ezt a papírt? Mindenkinek van egy fakja, amikor ő megy dolgozni, fölveszi a munkát, a kis sapkáját, és kiveszi a fakból a memorandumot? Mondjuk azt, hogy a forgalmi szolgáltató értesíti őt írásbeli rendelkezésen arról, hogy ez és ez a számú vonatnak a vonatkereszt áthelyeződik erről az állomásról, arról az állomásra. És akkor ezt átveszi a jegyvizsgáló is, meg a motorvezető is aláírásával igazolja, és akkor neki kezdve kell igazolni, hogy tehát tudomásul vették. Tehát két ember is tud róla.
Így van. Tehát tudni kell egy vizsgálnok, és tudni kell, hogy a mozdonyeltőnek is erről. Na jó, de ő tudta, csak azért nem várt, nem? Így van. Ő rutinban közlekedett a tündérvilágtál kolléga, sajnos. Elmondható ugye, hogy mi volt azon az állomás, amit mondtátok, és nincs még az a vörös jelző sem, amiről te beszélsz. Hát egyszerűen adja a jelzést a jegyvizsgáló, és akkor ő indul. Nem kell neki semmi jelzőt meghaladnia, ahogy mondtad, hogy meghagyja a vöröset. Hát ott azon a szakaszon nincs ilyen. Annak idején voltak ott is, hát ezek a személyzetes állomások voltak, csak a MÁV hát költséghatékonyság fogalmazom, kudvariasan, nincs szóval ugye ezeket. Jó, de mondjuk valami változik, benneteket föl tudnak hívni? Vagy tényleg, ha ti átmentek hát egy piros jelzésen, se a lámpa, se a relé, se a mozdony, se a semmilyen jelzést nem ad? Mondom neked, hogy azon a szakaszon, azon nincs ilyen. Tehát a mozdonyvezető abból indul, hogy a menetrend szerint látja, hogy menetrend szerint indulnia kell, és azon az állomáson engedélykérés alapján, tehát így, van egy ilyen, elindul. Tehát itt is ez történt, értekesítették a kereszt megváltozásáról, csak nagy valószínűségről elfeledkezett. De menet közben, mert Balázs is ezt kérdezi, hogyha mondjuk Nógrád kövesden ugye ő nem állt meg, meg aztán Acsaerdőkürtnél sem. Nem megállni megállt, csak tovább is indult. Ja, tovább is indult, igen. Nem lehet rá telefonálni közben, vagy nincs egy mobil szám például? Vagy? De van mobil, ezesen van mobil, csak azt nem mondom őszintén, nem ismerem azt a terepet, hogy mondjuk mi az a térérő viszony. Hát ez Magyarországon ez egy kicsit nevetséges szokott lenni, ugye azért, ha tudjátok, hogy az egy eléggé jogos táj, ott azért eléggé nevetséges szokott lenni a térérő viszony. Aztán az, hogy most elmentek, tehát elmentek az állomásra, ugye hát ez, tehát hogyha tudott lett volna, akkor utána lehetett volna telefonálni. És ha menet közben derül ki valami nektek, hogy szólnak? Mobilon akkor hívogatnak? Hát most azon a vonalon, ahol ugye nincs kiépítve ilyen jelfeladási rendszer, például amiről te beszéltél, akkor igen, akkor rám szólhatnak mobilon, így van, hogy itt történt egy ilyen nüansz. Voltak már ilyen esetek, amikor a mozdonyvezetőt mobilon értesítették ugye arról, hogy most állj meg, mert ez meg azt történt. Nekem is volt olyan esetem, amikor a sorompó nem működött, és már kihaladtam az állomásra, és úgy szóltak rám, hogy, és ha nem veszed föl, nem vagy elérhető egy pillanatra, nincs térerő, bármi, akkor nem állsz meg? Hát azon a vonal szakaszon, akkor igen, akkor ez előfordulhat. Most azért tegyük félre dolgokat. Jézus, várj, ez nagyon durva. Na de a fővonalakon, tehát azért mondjuk Budapest Hegyeshalom, vagy Dombovár például, vagy Budapest Szolnok vonalon, azért ott egy elég komoly kiépített rendszerva. Jani, de most szolgálatban vagy már, hogy figyelj, hogy a munkádra is megfüljönnek a különböző jelzés? Így van, ez most a vonat befolyásoló rendszer szól. Tudom, mit csinálok. Tudom, hogy nem mond meg, kis tap. Tehát pontosan ez a hang jelentkezik, ugye akkor, amikor a szolgálatban vagyok, hogyha mondjuk változik a jelzési kép, például a fővonalon, illetve ez egy éberségi ellenőrzés is, ugye, hogyha ha netántán elhoznék, akkor ez meg fogja állítani a mozdonyt, a vonatot. És ilyenkor a jegyvizsgáló, figyelj, hogy a jegyvizsgáló mondjuk észlel, azt mondta, hogy egy két ember is kapott értesítést erről a változásról, hogy átrakták a keresztet. Most ilyenkor a jegyvizsgáló bemehet a mozdonyvezetőhöz, és mondhatja neki azt, Dávid. Aha. Hogy Dávid, picit korábban indultunk említ, hogy kellett volna? Hát nem a felhatalmazás az indulásra például, tehát ez is benne marad be a pakliban. Tehát miután személyszállt a vonatról van szó, ugye egy vizsgálónak ilyen fel kell hatalmazni az említett az indulásra. Ez egyik, ők az valószínűleg szerencsétlenek mind a ketten elfelejtették ezt a dolgot, és rutinból ugye nincs leszálló, siessünk, mert késünk, aztán valószínűleg ennek a vége elfedkeztek arról, hogy nekik be kellett volna állni, aztán a közlekedő vonatot. Tehát gyakorlatilag, hogy két ember úgy gondolja, hogy megyünk a vonattal, akkor megyünk. A vonat megy. Akkor megyünk. Hát azt hinni az ember, hogy azért egy irányítottabb, kontrolláltabb dolog. Hát nincsenek illúzióink a magyar vasúttal kapcsolatban, de hogy azért ezek szinte vadnyugati. Igen. Vadnyugati módszerek azért, ahogy mi itt vonatozunk, kis túlzással. Ez ilyen Merápi vonalnak hívják, ugye ezt a vasútnál, ez Merápi vonal, de alapvetően, tehát igen, ez egy mellékvonal. Na jó, de az ember, aki rajta ül, ugyanolyan értékű, mint aki egyébként hát a Budapest-Vác vonalon ül. Hát azért, mert ő egy mellékvonalon ül, nem? Hát ez még ember élet. Fura, hogy például nincs egy központi rádiótok, ahol beszólnak benneteket, irányítanak. Hát egy tök primitív rendszer, egy CB rádió, mit tudom én, nem tudom, milyen frekint téged elérnek, beszólnak, lassítsa, hogy a repülőket irányítják, mindenhova tesznek egy vevőt, egy adót, és mindenki mindenkit elér. És egyből elérhetőek vagytok. De ez a hív már föl a Józsit, ja nem Józsit, hív már föl a Dénest mobilon, hogy álljon meg, mert nem működik a sorompó átjáró, hát azért ez valahol szörnyű. Tehát azt nem mondtam, hogy nincs rádió. Tehát ugye, miután ez mellékvonali rádiós forgalmi rendszer, ott Merápi vonal,
ezért ott ugye elvileg gyakorlatilag is ki is van építve. Elég sok fővonalon ki van építve ugye a rádiós kommunikáció, csak adott esetben hát nem tökéletesen működik udvariasan fogalmazva. Hát igen. Mi, hogy van rádiótok, de nem működik? Hát, tehát nehezen elérhető, fogalmazunk így, tehát ez esetben. Majd pedig éppen üzemképtelen előfordul, ilyen is, például a Budapest-Hegyesalom vonalon előfordul már nem egyszer, hogy ugye az a rádió, ami ki van építve, az üzemképtelen volt. Jézus Atya Isten! De az a rádió az csak ilyen, például a Hegyesalmi vonal, az csak egy másodlagos szerep. Itt ugye elsősorban a vonat befolyásoló berendezés az, ami a közlekedés biztonságát garantálja. Akkor viszont csoda, hogy csak ennyi baj van. Én komolyan mondom, is akkor viszont marva, akkor jók vagy. Gyerekek, rossz, a csodát rossz tesznek a MÁV dolgozói, a mozdonyvezetők, a kalauzok, bárki, mert ehhez képest, amit te most elmondasz, ehhez képest, hát isteni szerencse, hogy itt nem történik mi a harmadik nap valami. Szóval ez többen. Hát ezért, az a jó képzettségi duma, ez sérti a fülemet, fogalmazunk hozzájásan. De mi is csodálkoztam. Igen, ne rugasd ki magad, Ahhoz nem kell azért nagyon képzettnek lenni, hogy itt állj meg, azt várjál. Jó, ez szerint csak ennyi, de hogy nem tudom, hogy a kolléga nem volt, tényleg úgynevezett túlterhelt, ki tudja anyagszörget vissza röviddel, vagy ilyesmi, hogy nyár van. Esetleg... Hát, hogy sietett szegény, igen. Igen. Na jó, hát nem történt ki olyan baj. Egy pillanatra elfeledkezett róla, nem tudom, emlékeztek-e arra az esetben, amikor Komáromnál beleszaladt, hogy az egyik vonat a másik volt, és egyszerűen csak egy pillanatnyi kihagyása volt a kollégának, és ugye meg is halt a varró, aki egy pillanatra elfejtette, hogy neki ott nem lenne szabad annyival menni, mint amennyivel ment, és beleszaladt az előtte lévő vonatba. Igen. Emberi hibák külföldön is vannak, láttam már felduruló vonatot New Yorkban, nem tudom, aki 60 helyett a kanyart 140-nel akarta bevenni. Tehát nonsens, hogy ott is mi történik, nem tudom melyik amerikai városban. Ott nincs kép, de ilyen típusú vonatbefolyásol és biztonsági rendszer Amerikában, tehát ez hatalmas pénzekről beszélünk, amikor erről van szó. Hát hogy nem. Janikám, köszi, mennünk kell. Oké, tegyétek. Köszi, csáó, köszönöm. Azért gyerekek döbbenet. Hú, tehát amit elmond, ha van térerő, jó rádió van, de nem működik, ha ott van a telefonod, föl tud venni, szólnak, ha nem szólnak, vedd át a papírt, ha nem írod alá, akkor írd alá, mert középkor. Ugorjuk vissza 50 percet az időben, és akkor úgy kezded ezt a megszólalást, hogy gyerekek, micsoda csoda ez az ország. Tudjuk. Tehát egy csavar vagy egyszerűen, hogy isteni szerencse, és köszönjük szépen, hogy csak ennyi történt. De tényleg. Döbbenet. De nem tudtam, hogy ez ennyire középkori. Tényleg nem tudtam. Ijesztő. Hát az ijesztő. De tényleg. Na játszunk Gómez bácsival, Beru nénivel már is. Itt van a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Zsolt, hello, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Hello Zsolt, honnan hívtál minket? Bajáról hívta a titeket. Bajáról? Mit csinálsz arrafelé? Én most ilyen pillanatban vakációzok. Vakációzok. Jó helyet választotta, amikor voltunk lent, most idén. Aj, de jó kis helyet. Ja, megsértődött lentől. Azt mondta, na jó, így látod? Nem. Na jó, így nem. Jaj, baján, olyan jól éreztem magam. Hú, az olyan jó, volt. Szép volt a város, mint egy mediterrán kis ékszeres doboz, úgy nézett ki az egész, mint egy ilyen kis toszkánai kis városkában. Marha jó hely. Valahol ott, nem tudom, Dél-Olaszországban. Észak-Olaszország. Marha jó hely. Még ha azt befóliázzák majd azt az ablakot is, amin keresztül be lehetett látni a szobámba az előtte lévő lépcsőből. Hát tudtam, hogy neked van valami. Hát nem kell leülni. Hát nem kell leülni a laptop elé. Így van. Meg kis mesztelenül a kis apró testeddel az asztalt. Hát be kell vinni az ágyba, vagy fejben kell elépni a dolgokat. Hát ülsz ott az íróasztalnál. Hát ott csak viti. Rád láttak, ahogy üldögéltél. Halló, jó reggel. Melyik vagyok újra? Hello, Zsolt. Na, mit csinálsz ott, bajám? Vakációzol, igen. Vakációzok, így van. Ott nyaralsz, vagy ott laksz, és ott is nyaralsz? Igazából én ott vagyok. Uh-huh. Mint ott dolgozó, nem... ott élő és ott nyaraló? Nyaralok. De nem ott laksz? De nem ott laksz. Nem. Hol laksz? Másutt. Most mi van? Itt vagy? Ez egy nemzetbiztonsági ügy, amiből beletenyere eltök. Igen, és hülyék vagyunk, mert csak erőltetjük a kérdéseket, látod? Most már gyerekek, most... megtudjuk, hogy mit csinál. El kéne de fogadni, mondja be bármit hát, akkor, tényleg, és már mehet is a játék. Anna, eltűnt a játékosunk? Igen. Ott nyaral, de nem. Igen, de... Jó, hát én kíváncsi vagyok, hogy akkor most mi van. Kaposvár, Jani. Tisza kécske.
Janin gondolkozom, ezért remélem nem rúgják ki gyerekek, nem? Nem rúgnak ki ezért valaki? Nem. Hát akkor ki fogja vezetni a mozdonyokat? Nem fogja. Ők normálisan mondta el. Teljesen. Amiket mondott azért, az nem volt annyira. Nem volt annyira jó. Haló! Na itt vagyok újra, nem tudom, hogy mi van, megszakadunk folyamatosan. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, nem beszélgetünk. Ez a vonat nem, vagy ez a vonal nem bírja, hogy rólad kérdezünk. Ha marad idő, utólag megkérdezünk. Az lehetséges. Játszó tér. Na figyelj, jön a zene. Oké. Jaj, nem. De utálom, úristen, de utálom. Nem akarom. Jaj, még egyszer, Zsolt? Jaj, még egyszer. Figyelj, mutatjuk. Fú, már meghallom is a hidegráz. Hú, fogalmam sincsen. Hosszabb részlet? Jöhet. Kivettük a bögrét, figyelj. Nem akarom. Majd darab kövér ember kerget egy kicsi kopasz, és közben üti a fejét. Atya. Hú, várjatok. Mikor születtél? Pedig ismer, 99-ben. Jézus, Atya úristen! Nem, akkor nem, akkor én nem akkor már elvallagtam a gimnáziumból, már egyetemre jártam, és már Z plusz hoztam. 99. Hallgass meg még egyszer, figyelj! Nem. Fúj, de utáltam. Tiszta szívemből utáltam. Fogalmam sincs. Nincs meg? Nem. Hát pedig egy jó lett volna, a mi generációnk tudja. Megmutatjuk. Figyelj, ez Benny Hill. Ja. Nem mondtam volna meg egyébként. Nektek ez már nem sokat mond, egy ritka idegesítő ember, aki állítólag baromi nagy komikus volt és nagyon vicces, én még csak el sem tudtam rajta mosolyogni soha. Tehát ez a felgyorsítottva, rájutok valakinek a fenekére, hátranézzél meg elszaladok. És hát ez valami hihetetlen blőd volt. De rossz volt. Benny Hill. Ő egy angol komikus, színész, humorista, énekes, minden egyben. Nem ismerem, fogalmam sincs így kép. Nem ismered. Ez a világ szépen. Keres rá. Jó. Nézzél meg egyrészt, akkor az összeset láttad. Nem fogod érteni. Büszke leszel arra, a korabban születtél, ezt neked már nem kell tudni. Ezt mi is szégyeljük. Ez a múlva bűne. Nem akarjuk a nyakadba varni, ne nézd meg, mert elrontod a napodat. De egyébként is felős az idő, úgyhogy már tök mindegy. Jó, figyelj, akkor nézd meg, hogy mi mulatott a mi generáción gyerekkorunkban, jó? Hogy miért lettünk mi ilyen neurotikus generáció, nézd meg. Hát azért, mert ezt kellett néznünk. Az összes szilveszteri műsorban benne volt. Zsoltikám, köszi a játékot. Én köszönöm, nagyon szépen, sziasztok. Jó nyaralást neked, remélem jobb idő lesz. Ciao, úristen. Hello. A legnagyobb kedvencem az volt belőle, amikor Benny Hillék a három testőrt játszották. Oda értek egy sorompóhoz, ahol ott álltak a bíborosnak az emberei. A következő történt. Látótávolságon belül van mind a két csapat. Benny Hillék, felvesznek egy követ, bedobják a bozodba, erre a bíborosnak az emberei, meghallják az örgést, karot rántanak és elrohannak. Amerről az örgést mondták, és ők átmenek a sorompón. Jézus, szörny, én utáltam. De 6 évesként soha nem szerettem, mindig szorongtam. Néztem és szorongtam. Szörnyű volt. Amikor de tényleg... Csodálkozol, hogy miért lettünk ilyenek. Amikor egyébként, hogy ezen nőttünk föl. Tényleg, megnézel egy Benny Hillt, utána már tudsz örülni a sarskós jégnek. De tényleg, fűre lépni íhos. 3 perc a pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra múlt, 8 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és megjött a hidegfront, amit oly sokan vártak már. Jön az enyhülés, véget ér a kánikula, az utolsó nap tegnap volt. Most már, gyerekek, jó idő lesz mindenhol, és 25-28 fok, sok csapadék, sok eső. Egy héten keresztül kicsit, hát tudunk fújni egyet, és szerintem nagy támadás már nem is lesz. Tehát vége van a nagy nyári kánikulának. Azt ennyi, mondjuk tartott egy ideig, tehát azért ez ilyen 8 hetünk szerintem egyetlen egy hidegfronttal, nem tudom mikor volt utoljára. Minden esetre vége van, már egyre több helyen esik majd az eső, kicsit hűvösebb lesz. Sőt, hét közepén 20-22 fok, ami már egyenesen már szinte hidegnek számít, de aztán jön vissza. De lefúj a hál' Istennek minden idők leghosszabb hőségriadója. Az igen, az nagyon kemény volt.
Na nézzük a hallgatók, mit írnak nekünk. 86-oson Szombathely felé, a 84-es kilométer kőnél a felüljáróról trafiznak, ezt Ada küldte nekünk. Köszönjük szépen. Szarvaskő után Szilvesvárad felé három autó tört, rendőrök irányítanak. A tesz a festékes küldte nekünk. Trafipax a 26-os főúton Putnok belterületén Rolkó üzeni. Aztán azt nézem, hogy van-e még valami, ami esetleg fontos lehet. Jászberény közelében nem működnek a vasúti fénysorompók, csak óvatosan. Hát reméljük, hogy elérik a úti célt. Az úti célt, meg elérik a mozdonyvezetőket, és tudnak nekik szólni. Azt mondja, hogy nem bántani Benny Hillt. Nem bántjuk, csak nem szerettük. Igen, tehát érted. Nem értettük inkább magát a jelenséget annak idején. Nem értettük. Igen. Nem értettük. Lehet, hogy gyerekek voltunk még egyébként. Igen. Nem nőttetek föl hozzá. Nem voltunk elég jó Benny Hillre. Annak idején a Gálvegyűsök tartalmaztak hasonló elemeket, amik így valamennyire így megidézték Benny Hillt, és akkor így időnként így mondogatták, hogy Gálvegyű János a magyar Benny Hill, de én azt gondolom, hogy Gálvegyű János egy picit túlmutatott Benny Hillen sok tekintetben. De látod, mégis azért a világ összes országában imádták a Benny Hillt. Hát, nem, vagy nem az összesben, de nagyon sok helyen. Igen. Hát ő gyakorlatilag a Burlesque műfajnak volt egy ilyen késői virága. De milyen érdekes, hogy van egy generáció, és nekik már semmit nem mond. Ahogy nekünk sem mond már egy csomó minden, mert a mi generációnk nem ismeri, és van egy generáció, akinek már tulajdonképpen nem mond semmit, nem? 99-es születésű, azt mondta, fogalma Benny Hill, és aztán rákeresek az interneten, mert nem tudom, hogy ki ő. És így múlik el majd mindenki, meg így múlik el minden, hogy van egy generáció, és már nem fogod tudni, hogy kik ők. Van a YouTube-on egy nagyon érdekes videó, amerikai diákoknak mutogatnak képeket, és a kísérlet arról szól, hogy az amerikai diákok megismerik-e, hogy ki van a képen. Döbbenetes a dolog egyébként, és azt látod, hogy úgy forgatták a videót, hogy a pacák, aki mutatja a képet, először fölmutatja a képet ugye a gyerekeknek, majd bemutatja a kamerába, hogy kit mutatott. Aha. 30 diák ül a teremben, első kép, gyerekek ül, senki nincs. Bemutatja a képet, Adolf Hitler. Fingjuk nincs. Jön a második kép, ülnek, nézik, senki, dumán, megmutatja, Jézus Krisztus. Na, fogalmunk. Mondjuk az élet. Harmadik kép, igen. Mutatja a csávó harmadik képet, come on, ez az, mindenki örül, ismeri, imádják, megmutatja a csávó képet nekünk, McDonald's pokóc. Ez beteg. Az mennyire durva. Én megmutatott még négy gyártott, még ott volt John Lennon. Never. Ki? Hol? Sosem. Mutatja, John Lennon. Tudod, ez olyan képek, hogy így egyszer muszáj tudnod. És Miguel, come on, ide, let's go, mindenki örül, meg kis bóc. Azért az... Hát nekik mások az idő. Erős, nem? Hogy tudom, hogy egy Justin Timberlake-et mutatok volna, biztos ismerték volna. Persze, igen, McDonald's volt, mint Justin Timberlake, meg mit tudom én, nem tudom, ki az a kanadai kis srác. Obamát mutatták volna, biztos mondták volna. No. Morgan Freeman. Igen, vagy mi ez? Na jó, de hát azért ezt illene tudni. Nem? Milyen alapvetések? És hát ha tulajdonképpen majd bemutatod Benny Hillt, akkor már ők sem lesznek meg. Vagy hát egy generáció már nem fogja tudni. Na nem, mintha egyébként olyan nagy baj lenne, tehát én Benny Hillt kevésbé sajnálom. Nem akarok rajta még egyet rúgni, de tehát tényleg szörnyű volt. Na, 9 óra után, ha minden igaz, akkor hívjuk Dzsudzsák Balázst, és beszélünk vele, hogy mi történt, hogy történt, átigazolt végül, aláírta, felhívjuk, és megkérdezzük. Ráadásul a kutya terekhez. A bides terekhez, így van. Aláírt, úgyhogy megkérdezzük. Minden igaz, akkor most jelen pillanatban pont orvosi vizsgálaton van, de 9 óra után tudunk majd vele beszélni. Felhívjuk, hogy mi a helyzet. Nem előbb vizsgálják, és utána írsz alá? Hát most már megvizsgálták, de most már egy ilyen kötelezőn van, de ez még az aláírás előtt megtörtént, de majd erről is mesél, hogy... Nem, most a helyet a szakemberé vizsgálják, hogy írhatott alá, mert biztos itt valamiféle. Igen. Hát most volt egy nagy aláírás kalamajkája, hova ír, mikor ír, aláír, Herta, német csapat, nem tudom, török csapat, végül pedig a török. A törökök győztek, úgyhogy. Igen. És ugye, kap is ezért hideget, meleget, szegény. Hát ugye majd erről is beszélünk. Az első kis, hogy hívják, ilyen kis élménygyűjtő látogatásnál még ment is a terelés azért rendesen a törököknél, hogy hát meghívták is, hát persze, aha. Ha meghívták, akkor elmegy és körbenéz, és persze. Vagy miért nem menne el, hát van egy kis szabad ideje. Ja, nyaralni ment csak a tengerpartról. De természetesen ez még nem jelenti azt, hogy aláír.
Hát ilyenkor hát, kell, nem lehet nyilvánosságra hozni, nem? Igen, mindenki ezt csinálja, az összes ilyen sportszerződésnél megy a terelés, nem? Tehát nagyon keveset tudunk róla, csak már amikor megtörténik az aláírás. Hát ennek van egy hivatalos kommunikáció, hogy ki jelenti be, a csapat jelenti be, te jelented be, együtt jelentitek be, hát ha megelőzöd a csapatot, a menedzser, az nem biztos, hogy jó fényt vett rád, gondolom ezért kellett egy kicsit terelni. De hát akkor úgy néz ki, hogy akkor az európai élvonal nem nyert. Vagy akkor az így... Nem, ugyanakkor meg azért azt el kell mondani, hogy mondjuk a Hertához igazolt volna, akkor sokan mondják, ezt hiszem, hogy többek között talán a Balázs is ezt megfogalmazta, hogy mondjuk a Hertával nem nagyon volt, vagy lenne esély arra, hogy még nemzetközi kupában indulhasson, mert hogy valószínűleg nem jutna be a BL-be, vagy nem jutna be az Európa kupába a Hertával. Viszont, hogyha ezzel a török csapattal, Bursaspor-ral mondjuk az első háromban végez Törökországban, akkor meg nagy eséllyel indulhat valamelyik nemzetközi kupában. Tehát, hogy azért itt ilyen szempontok is érvényesülnek. Próbálom összerakni. Hogy törökből könnyebb bejutni a... Igen, azért, mert hogy tehát, hogy... Engedd meg sport felé. Azért akarom, mert hát de meg akarom érteni. Nem neked, olyan nem szépen kell. Elmondta a Jani. Hát nem most... kell erőltetned. Foci, de most te érted? Én igen. Persze. A király vagy. Hát minden országban az első két helyen végzett csapat, az indulhat. Hat. Vagy magasabb a jegyzett. A bajnokságoknál pedig mondjuk az első négy is adott esetben. Az első négyből is kerülnek be a nemzetközi kupákba. Na, látod, ennyi kiegészítés kellett, és képben vagyok. Na, most már tudod, hogy valaki hogy jut. Hogy jut, okay. A bekbe, meg a kekbe. Majdnem. Tudod, hogy valaki hogy játszik bekdöntőt, meg kekdöntőt, hogy lehet játszani. Na, viszont van egy ennél sokkal fontosabb kérdésem. Hogyan tudnám a BK-t rábeszélni arra, hogy elmenjünk egy swinger klubba? Aha. Ennyire egyszerű a dolog, ráadásul ez már én... Tetszik ez a fajta témaváltás. Figyeljetek, az van, hogy most az utolsó bizonyítékot most kaptam meg, hogy ezt ki kell próbálni. Itt van swingerségben Stingék a menők, ezt írja az egyik szaklap, hogy 22 éve házasok, és ugyanolyan tűz ég bennük, ugyanúgy jól érzik magukat. Ez és a Sting ezt... tud valamit, vagy Sting. Sting. Ők vállalnak beöltözéses bulit is, tantrikus szexet. Ez és most egy hirdetés? Hát nem tudom, hogy ez... Stinges felesége, partnert keres, jelige, náci egyenruha. Hát azt nem tudom, hogy ezt csinálják-e. De hogy mi lehet ebben a jó? Hogy van az, hogy egyik párnak segít, és ők tök jó érzik magukat, a másik meg azt mondja, hogy ha elmennek egy ilyenbe, akkor annak vagy válása vége, vagy soha többet nem akarnak menni. Ez egyetlen dolog a jó, hogy van egy nagyon masszív alibit. Érted? Mire? Hát arra, érted. Ha az asszony is ott van, akkor minden belefér. Ja, hogy akkor ő engedi. Persze, hát ő is ott volt. Az nagyon jó kapcsolat, ahol ezt meg tudják ugrani a párok, hogy elmennek egy ilyenre, vagy pedig tényleg baj van a kapcsolattal, és keresel valami kibúvót, de ahogy Jani mondja, hát én nem hiszem, hogy itt lenne egyetemes igazság. Tehát itt nincs egyfajta recept, ami alapján valaki működteti a kapcsolatát. Tehát, hogy amíg olyat csinálsz, ami mindkét embernek jó, addig nem tudod kimondani, hogy mit lehet és mit nem. Tehát ez nem olyan, mint a kressz, vagy nem olyan, mint egy nyelvvizsga, ahol kell egy adott pont, megcsad, nem csad, meg hülye vagy, menj egy, gyere vissza, aztán tanuljál még. Tehát ezt nem lehet kategorizálni, hogy ez jó vagy nem, vagy ők csinálják-e jól. Hát azért, ha 22 éve működik a házas életük, ráadásul kívánják egymást, azért nagy csoda 22 év után. Mm-hmm. Hát azért az, gyerekek, abban van meló, nem? Hát lehet, hogy pont ez a titok. Tehát, hogy lehet, hogy pont ez a titok. Elmennél? Hát azon gondolkoztam, hogy hogyan kéne ezt a békának beadni, hogy akkor mit tudom. Hát itt az a cikket. Persze. Ezt, hogy nézd meg a stingéket, béka, aha, a kutyafáját, hát milyen jó megy nekik ez a dolog. Meg kösd be a szemét, és úgy vidd el. De mi van? Meglepetés. Mostanában sokat fáj a fejem? Vagy befordul? Neki nem fáj, nem olyan. Azt mondom, csak gondoltam, hogy így csavarunk egyet a sztorin. De például meg, ha én bemennék, mondjuk te ott vagy, Jani. Igen? Egy ilyen swinger. Ott vagyunk mindhárman. Ne tegyél már. Hadd legalább hadd legyek ott. Legalább egy rádióműsorban hadd legyek ott, léci. Legalább a fejetekben hadd legyek ott. Ott vagyunk ott, ketten is szóba kerül valami. Még a fejetekben sem lehetek ott a swinger klubban, mi jut nekem, gyerekek? Mi jut nekem? Hogy úgy kerül szóba, hogy megígérte, hogy ő is jön, de hát nem. Jó, akkor ti már ott vagytok. Ti gyakorlatilag swingeresek vagytok. Ott ültök? Igen. Igen. Pont, nem tudom, vacsora idő, vagy van vacsora egy ilyen? Nincs? Hát esznek egymásról ezt azt. Ja, ezt azt. Már ugye a párjaitok azok eltűntek valami szobában, mert az állítólag így működik, hogy ha rábólint az ember a másikra, akkor ők el tudnak tűnni, viszont neked ugye nem kell engedélyt adni az asszonynak. És te is alig várod már, hogy rád bólintson. Igen, hogy valaki bólintson rám is. Gyere, Feriké, hátul van egy kis mulatos. Ti ott ültök. Akarod leszek Kriszta.
Szólít, nem akarod, szólíthatsz, Krisztán. Ott ültök ti, és megérkezem én, és hanyag eleganciával ledobom a szettet. Zseniális, hogy hárman beszélünk hát, valami arról, ahol egyikünk sem volt. Tehát próbáljuk kitalálni, hogy ez miért. A Garami azért már sokat beszélt erről adáson, adásban és adáson kívül is. Tehát Jani ott ül a kis topozoknyában, erre gondolsz? Már rajta nincsen. Nincs már rajta ott ül a kis micimackós boxer alsójában. Vagy a fecskében, mert ő nem hord boxer alsót. Te fecskés vagy. Te ülsz a micimackós boxer alsódban. Én ülök a kis micimackós boxer alsóban, és mit csinálunk? És dumáltok egyelőre. Ekkor megérkezem én szintén a kis alsómban. Igen. Neked lesz még kedved bármihez, ha engem meglátsz. Hát miután te ledobod, ahogy hívják ott, a kis izédet, törölközödet, hogy nem tudom, mibe jössz, akkor hát nem tudom. Nem én érkezem utoljára? Én érkezem utoljára? Vagy ti már ott vagytok, és én aztán megjövök? Vagy hogy van ez? Ti már ott vidáman diskuráltok? Hát és érkezem? Jöjjek utoljára? Igen, te jössz utoljára. Jó, megjövök utoljára. Igen, megforgatod a törölközödet. Hát azt látszok, itt vagyok. Igen, és azt mondom, Feri, öltöz föl, itt mások esznek. Hogy mi van akkor? Kapjál magadra valamit, ember! Tehát, hogy ez a swingerkedés az az elfogadásról szól, hogy amikor én jövök, akkor te nem fordítod el a fejed, és azt mondod, hogy úristen, hogy engedték be ezt a ízét, a drabálálatot? Hát mindenképpen. Én nem hiszem ott, hogy egymást kellene elfogadnunk, vagy hát a legkevésbé azért arról nem a tényt kéne elfogadni, hogy adott esetben mondjuk a Feri, vagy mondjuk én foglalkozunk a te nejeddel. Ezt a tényt kell. Foglalkozunk. Ezt a tényt kell elfogadnod. Beszélünk nem erről. Egymás jelenlétet, nem azt, hogy nem a Ferinek a testét kell elfogadnom, nem a Feri teste miatt megyek oda. Ez kicsit fáj, mondjuk most ez a mondat, érted. De jó, túl lendülünk rajta. És a Sting azt mondta, hogy ő elviszi a kis feleségét, és nagyokat swingerezik. Ők rendszeresen járnak, és ráadásul nem is ilyen zárt. Odajönnek, elköszönnek, az két óra múlva találkoznak. Hát úgy lehet. És ezt hogy kell elképzelni? Sting leül egy gitáros sajokba. Na igen. Gélésben, én egy finom, hogy miközben a feleség meg brutálisan kapja valahol. Ő brutális. Vagy ők ketten együtt találják meg a boldogságot. Szerintem ez egyébként ez inkább erről szól, hogy Sting így kiélheti az összes vágyát, meg azt mondjuk abban a házasságban már nem kap meg, mert valószínűleg arról lehet szó, hogy ők emberileg nagyon-nagyon jól össze vannak egymással gyógyulva már hosszú évek alatt, érte megszerették, összecsiszolódtak, stb., de talán a szexualitás már nem működik úgy, mint hát régen. Telefonáljon be valaki, aki volt ilyen klubban, és elmondhatja rádió... Trudy vagy Sting. Rádió barát verzióban, hogy ez hogy működik, nyilván a lelkiségére vagyunk kíváncsiak elsősorban, nem? Tehát bennünket az érdekel, hogy ez a dolog, ez hogy megy. Nagyon sok mindent hallok arról, hogy ez hogy működik, mert hogy voltak ismerősök, meg akik mesélnek, tehát hogy nem ész egészen kultúrák formában eszel, iszol, és megvan maga a házszabály, hogy ott mit kell csinálnod, mibe lehetsz, mibe nem lehetsz. Igen, kaja is van. Tessék? Kaja is vannak olyan helyek, ahol van kaja. Azt hiszem, hogy csak mártogató. Igen. Nem hazavitelre, és nem csomagolásra, János, most mondom. Tehát, hogy nem szeretnélek meglátni ebben a swinger klubban, hogy hát ezt a kis majonézes tojást még berakom. Tehát nem elvitelre van, nem nejlózacskóban van, de képzeld, hogy van kaja. Tehát, hogy ott a mész is rendesen normál körülmények között, nem mesztelenül egyébként állítólag. Ott még nem vagyunk mesztelenek? Nem, hát van rajtad egy ilyen kis római köntös. Egy ilyen kis... Hát akkor nem látjuk a római köntös. Egy ilyen kis... Hát nem kell azt látnod. Hát elvonultok, és ott majd meglátod, hogy mit vettél. Aha. Tehát, hogy és akkor te állsz a Vikivel, én a békával. A sonkáspult mellett, tehát mi ajánlunk? Mi sonkázgatunk, beszélgetünk. Jó levet iszunk? Beszélgetünk. A béka elmegy valakivel, és egyszer csak én odalépek így a Vikihez, és azt mondom, hogy hello baby. Feri, mit csinálsz itt, Feri? Nincs még reggel 9, nincs még reggel 6, te mi az Isten csinálsz? De megvan mondjuk, mi találkoznánk. Hát ez erről szól. Szia Viki, átnézzük az adás menetet. Átjálazzuk az adás menetet. Hát ez de erről ez szól. Egy hülye szituáció. De hogy hülye? Hát azért hogy kied azon vágyaidat, mint hogy azért. Amikről nekünk mindig mesélsz, amikor Balázs nincs itt. Semmi nem hülye, ami arról szól, hogy több ember egymás örömére ebbe benne van, közösen igen mond. Tehát a hülye az akkor hülye, ha valaki kárára teszel valamit. Aha. Ebben a szituációban. Tehát valaki nincs benne, ellenkezik, nem szeretné, nem akarja. Hát ha ez ott mindenki egységes beleegyezésével történik, akkor ez nem egy hülye szituáció. Maximum egy kicsit zavarban vagy, iszol két pálinkát, és utána vizes törölközet csapkodjuk egymás fenekét, és kivezetnek bennünket a swinger klubban. Azt mondják, hogy nem viselkedünk normálisan ebben a swinger klubban. Én el tudom képzelni, hogy éjjel fél egykor három pálinka után üldözlek téged egy vizes törölközet.
és törlőszemekkel dobáljuk egymást. Miközben neked... a János baromira pakol a svéd asztalról. Igen. Elnézést, örök úr, ezek a szendvicsek itt megmaradtak? Nem. Patizsákrémes, nagyon nem szeretem. Nem baj, hogy a tormásokat ekercsekből kipakolom a tormát. Én bega vagyok. Tehát mi azért ebben a formában máshogy értelmeznénk. De hát nyilván iszol egyet, és levetkőzöd a gátlásaidat. Neked engedélyt kell adni arra, hogy a Wikivel valaki elvonuljon? Vagy nekem engedélyt kell adnom a BK-nak, hogyha a BK összekacsint egy jó képességűvel, és azt mondja, hogy mi most akkor elmegyünk egy szobába ketten. Én mondhatom azt, hogy nem. Hát, szerintem... Mondhatod, csak nagyon megverek. Tehát, hogy az egész arról szól, hogy te ott nem mondhatsz nemet. Nem miért? Hogy nem mondhatnál? Hát persze, hogy mondhatsz. Hát, ha én a kis hónom alá csapla... Tessék? Hát a feleséget nem, hát úgy történik a dolog, gondolom én, vagy amit én hallottam elbeszélés alapján, ismerősök, akik mesélték, hogy például ti vagytok együtt. Aha. Vannak olyan emberek, akiket csak az izgat, hogy mások nézik. Tehát lehetsz úgy a békával, hogy senki nem jön oda. Csak nézik. Senki nem jön. Ha vannak aztán állítólag ilyen kimondott, ki nem mondott jelek. Aha. Tehát például, ha valaki odalép és megfogja a válladat, megfogja a béka vállát, akkor az azt jelenti, hogy az illető szeretné, mert tetszik neki az, amit lát. De most nyilván nagyon konyha nyelven fogalmazom. Megfordulsz, lenézés, azt mondod, hogy értem. Ave, hallod, gyere, csap bele mindent. Mindent értem. Tehát, hogy ez nincs az, hogy valaki tehát együtt vagy a béke, valaki oda megy, arrébb lök, érted, vállal, és akkor most jövök. Tehát nem erről szól ez. Arról szól, hogy vannak jelek. Tehát van egy ki nem mondott, vagy egy kimondott jelrendszer, és akkor ő megérinti a válladat, ami azt jelenti, hogy mondjuk ő szeretné, és akkor te mondasz el, hogy igen, elengeded, megfogod, visszajelzed, tehát azért ez... Vagy csak titeket fotóznak, és küldik a blikket. Nézd meg, kit láttam. Nézd már, ki van ott, hát csinálok róla egy fotót gyorsan. 10 000 eladom a bliknek, ahogy gyömöszölöd a békát. Tehát, hogy... Hát ez csak egy ilyen rendes társaság azért, nem aki ilyenbe jár, hát most ott nem fognak fölnyomni. Te komolyan érdeklődsz, én úgy hallom, hogy azért benned van komoly érdeklődés. Ja. Figyelj, ismert emberként szerintem nem lehet könnyű elmenni. Tehát azért az nem egy egyszerű helyzet, hogy bemész, és akkor ott egy ilyen... Hello, srácok! Na, mondjuk, ahogy te indítanád. Mit üzensz a Balázsnak? Jó napot, csokolom. Igen. Tiszteletem az úri közönségnek. Hogy vagyunk? Sehogy? Mi a helyzet? Iszunk még valamit, Feri? Gyerekek, mielőtt belecsapunk a lecsóba? Kussolj már, Feri! Igen, légy, elég ezt hallgatni, 6-10. Azt írja Zoltán, próbáljuk meg visszajönni, hogy nejem, mert rendszeresen járunk. Cikket is írtam erről a témáról. Hát ha elmondja nekünk, hogy ez hogy zajlik. Gondolom a nők lapjába. Az is cikk. Tehát, hogy tulajdonképpen amit én hallok, az arról szól, hogyha te valamit nem szeretnél, vagy te valamire nemet mondasz, akkor nincs olyan, hogy valaki azt felülbírálja. Tehát nincs olyan, hogy nem, de. Már pedig akarod. És brutálisan belegettek, és ráestek a svéd asztalra, ahol a Jani továbbra is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ugyanazzal az arccal, egy tormás, egy panázsát. Még két ingyen törölköző, egy szappan az uhanyzó. Nézzük, egy tusfürdőt is adnak, ezt is elteszem. És ti ott közben berekedtek. Tehát amire valaki nemet mond, az nyilván nem. De akkor sem, hogyha azt, aki a de mellett foglalást, az a feleséged? Hát az már egy közös megegyezés. Nem, de! Mondjuk az egy kényelmetlen helyzet, azért. Hogy a első swinger klub azok nagyon veszekednek benne. De menjek! Már elég legyen, béka! Ez már a 8. kör. 3 órája vagyunk itt. Három órája. A babysitter is csak éjjel 2-ig ér. Kizuhanyoztad az összes melegvizet. Igen, szóval... Szóval gondolom, ez így zajlik, legalábbis az ember ezt hallja. Nem tudom, hogy ez megerősít-e bármilyen kapcsolatot, mert sokan azt mondják, hogy ugye az a szabadság, amit te adsz a párodnak, és amit ő is ad neked, az a szabadság, az megerősíti a ti kettőtöket. Ha annyira olyan önigazolódunk, imádom ezt, de még hallgatni is, tudod, ez a... Igenis, ez tulajdonképpen arról szól, hogy a kapcsolatodokat még inkább összezárja egymás, és hogy megerősíti azt, hogy te még mindig ugyanannyit érzed másikért, és hogyha szabadságot adod neki, és a toleranciát, és közben az egész csak arról szól, hogy oda mesél, és hatalmas, érted, és teljesen legálisan. Szóval nekem egy picit ilyen alibi gyártó történet ez az egész. Miért alibi
gyártó, hát ha közös megegyezés van, és arról szól, hogy két ember... Na ezt mondom. De nem. Hát pontosan ezt. De várj, alibi gyártó akkor lenne, ha a nő te lerángatod, a nő nem akarja, és akkor ott te tudsz legálisan együtt lenni más nőkkel. Ha két ember közösen megegyezik, hogy őket ez érdekli, őket ez izgatja, és ezt szeretnék kipróbálni, és ebben mind a ketten boldogságot találnak, akkor ez nem alibi gyár. Tehát alibi gyár akkor lesz, ha a nő nem akar a pasi, még menjünk már, ott még meg tudok nézni hat másik nőt, és akkor hú, de jó. Nem? Hát a nő is benne van, a pasi is benne van, és legálisan szeretnék kipróbálni, hogy milyen mással, hát akkor abban semmi alibi nincsen. Hát akkor a nő mind a ketten benne vagytok, és hát ez bennetek izgat, nem mentek, és kipróbáljátok. Hát szerintem ez ennyi. Valaki nem? Biztos, hogy sérül benne. De miért sérül? Nem. Hát azért, mert ilyen mimóza lelkű vagy. Én vagyok a mimóza lelkű. Miért sérülnél? Hát vannak a vágyaid, amiket szeretnél kiélni. Ha az, hogy ha öten, hárman, ketten, egyedül szinget, lementek, inkább. És akkor ezt kipróbáljátok. Hát nincs baj. Na, itt van velünk Zoli. Halló Zoli, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello. Hogy vet is írtál a témáról? Igazából cikket írtam, mert nagyon érdekelt a téma, annyira újdonság volt még, amikor elkezdtük. Na, ez az alibi, édesem, le kell menni cikket. Aha, muszáj. A meló. Igen. Ebből élünk. Lehet. Egyébként középen van az igazság, látszik, hogy messze jártok a témától. Valójában sokan beszélnek róla, és egyre nagyobb divat talán, de sokan félnek tőle, vagy ezt felvállalni. Az a helyzet, hogy érdekes a történet, mert többfajta megközelítés lehetséges. Az egyik, hogy azzal nem értek egyet, amit valamelyikőtök mondott, hogy a swingéknek valószínűleg a szexuális életük már nem olyan jó, és azért mennek el swinger klubba. Állítólag nagyon jó nekik. Igen. Én pont azt az oldalt képviselem, amikor már lépnek egy szintet feljebb, és azért mennek el valójában a swinger klubba. Azt el kell fogadnotok, hogy egy swinger, vagy legalábbis szeretném ezt tudatosítani, hogy a swinger klub valójában arról szól, hogy nagyobb izgalmakat, kicsit perverzebb, kicsit, ha valakinek úgy tetszik, morbidabb környezetben, de izgalmasabb környezetben szeretnék kiélni szexuális vágyaikat úgy, hogy elengedik magukat, és ezért mennek valójában le. De a leglényegesebb dolog, hogy az én olvasatomban is ezt látom, mert több párral tartjuk, vagy tartottuk a kapcsolatot, hogy valójában szexuális segédeszközként használják azt a plusz embert, aki belép ebbe a történetbe még, vagy plusz embereket. Tehát ez akkor jó, hogyha nincs több nyilván érzelmi többet annál, mint ami ott történik bent abban a helységben, vagy azokban a helységekben. Na de azt ki mondja meg, hogy te nem leszel szerelmes abba a nőbe, akit bevettél a harmadiknak. Ezt és nem lehet tudni, csak ugye a swingeresek, ebben igazad van, ez a félelem természetesen benne van, de a swingeresek azt mondják, hogy ha már lemegyünk egy ilyen helyre, és mi megbízunk egymásban ennyire, akkor bevállaljuk ezt a kockázatot, és mindig inkább ezt a kockázatot vállaljuk be, hogy egymás előtt történik ez meg, mint egymás háta mögött. És ennek ez a lényege valójában. Hogy azok, akik nagyobb szexuális, nyilván ezek az emberek nagyobb szexuális készültséggel, rákészültséggel, vagy ingerekkel rendelkeznek, mint az úgynevezett hagyományos gondolkodású emberek. És ezek azt hiszem, hogy előbb-utóbb vagy kiléknének a kapcsolatból, vagy megcsinálnánk egymást. Itt valójában olyan helyzetek történnek, én végigmentem a teljes folyamaton. Tehát valójában a legelőször, mikor nem voltunk, és meg kell védenem a magyarországi swinger klubokat, voltam külföldön is, nagyon, nagyon kultúráltak, szinte luxus körülmények között történnek ezek a párcserés, vagy többes létszámú dolgok. Kaszinotojás van? Igen, van. Gyanúsan felkészült, úgyhogy a Balázs után a beszélgetetekkel. Vannak barátai, tudod? Vannak annak ismerősök, azért még tudtam volna konkrétabb dolgokat is mondani, csak nem akartam. Jelszó, kaszinotojás van. Jelszó, Fidelio. Igen. Gyanúsan sokat tudott, tényleg úgy van, hogy be kell fizetni a pároknak, lehet külön menni lányoknak is. Férfiak külön ritkán vagy nagyon nagy összegért mehetnek csak, akkor, hogyha nagyon kis létszám jött csak össze, akkor engedik be őket, általában párok mennek, és be kell fizetni egy összeget, és akkor ingyene ételital. Van. Jó, ezt az ételitalat hagyjuk, mi történik? Igen. Levetkőzünk, és? Valójában a fokozatok úgy történnek, hogy amikor legelőször mi a swinger esküvőn voltunk valójában, hogy mások előtt saját magatok élvezitek a történetet. Tehát ez az első lépcsőfok. Amikor elvonultok, külön kis privát szobák vannak, először akár úgy is, hogy csak a légkört szokjátok meg, hogy van medence, jacuzzi, különböző szobák, ilyen szülőszoba,
szerű, akkor BDSM szoba, tehát jó, rádió barát, mondjuk jó, tehát úgy beszélik. Tehát elvonulnak ketten, és akkor utána... És akkor így van, és valójában az az izgalmas, hogy egy másik szobában vagy körülöttetek mások is ezt csinálják. Nyilván ez az első lépcsőfok, leggyengébb. Következő az, amikor olyan szobába vonultok, ahol mellettetek is... zajlik a dolog, mondjuk így, így van. Aztán a harmadik lépcsőfok, amikor már valaki bekapcsolódik, simogatja a Tehát valaki bekapcsolódik, elég, igen. Igen, és akkor így fejlődik ez tovább, és lassan kialakul, hogy ki mit szeret. Aha. És te közben egy jegyzetfüzettel és egy tollal jártál, és interjúztattad őket, mert ugye az ember hogy ír erről cikket? Vagy te is levetkőzöl ott vagy, és hát muszáj asszimilálódni. Ugyanez volt a téma, hogy nagyon sokan bántják a szingereseket, vagy valójában pervezek, vagy már nem olyan a szexuális kapcsolatuk egymás között, azért járnak le, vagy egyszerűen ez otromba dolog. Szerintem meg ha jól csinálják és kultúráltan, akkor ez egy nagyon jó történet lehet. Nyilván a történet morbiditása, hogy mi például szétmentünk a párommal, talán ennek köszönhetően is, de viszont tudok... Mondjuk mindent megteszel egy cikkírásért, tehát azt gondolom, hogy ilyen újságíróból kevés van, lemegy, beáldozza a párját, megírja a cikket, hihetetlen szakít, ez a szakmai alázat. Hihetetlenül alázatos vagy, nem tudom, hova érted ezt a cikket, de hát egy népszerű magazinban, amelyik ilyen témákkal foglalkozik, ők kérték, hogy írják. Ti emiatt mentetek szét? Ez volt az oka valójában, igen, hogy talán az egyikünk túlságosan felfokozódott emiatt. Két kizárásos alapon te voltál? Nem. Tehát a párod? Párodnak annyira megtetszett, hogy szakított veled? Nem, hanem valójában nem tudta visszafogni már magát, tehát túlságosan elment. Tehát rákapott, és függő lett, és elkezdett swinger klubokba járni? Hát, ha nem is ide, de gyakorlatilag nem tudott leállni a túlzott szexuális étvágyával. De nem erről akartam beszélni, mert igazából ez egyszerű dolog, hanem inkább arról, hogy azok, akik lejárnak, azok a legtöbben nagyon régóta lejárnak, és nagyon boldog házas életet, nagyon boldog párkapcsolatban élnek. Pontosan azért, mert tehát a klasszikus értelemben nem csalják meg egymást, hiszen ott van a másik vele együtt, a legtöbb örömet ő okozza neki, hiszen azért azt ne felejtsétek el, erről nem beszéltünk, hogy azért ott lent is a legtöbb örömet a saját pár adja a másiknak, és inkább csak ingerfokozó, vagy még egyszer mondom, rossz szóval segédeszközként szerepel a tárgyában. Érdekes. Hát ez egy olyan világ, amit nem ismerünk, de érdekes ezt így nagyon hallani. Egyébként még úgy is, hogyha valaki csak azért megy le, hogy egy olyan környezetben, ahol minden erre van felkészítve, minden különböző szoba, a tisztaság, a rend, a zene, lehet táncolni, van a legtöbb profi helyen van diszjoké, játékokat szerveznek, ilyen kis szexuális játékokat, és nagyon jó baráti társaságok alakulnak ki. Tehát nem kötelező semmi sem. És amit mondtatok, hogy nem lehet azt mondani, hogy nem, de hogy nem. Pont ezeknek a helyeknek az a lényege, hogy csak az történik meg, amit valakik vagy valaki akar. Tehát nyugodtan el lehet utasítani, senki nem sértődhet meg, nem engednek be alkoholizált vagy illuminált állapotú ember. Majd addig kibírom. Aztán persze van olyan, aki ettől merít bátorságot ott lent, de azt nagyon, nagyon ügyesen el lehet terelni. Tehát soha nem volt probléma bent, soha nem találkoztam nem kultúrált emberrel bent. Tehát ez is érdekes, hogy... Te az a cikk írása óta is lejársz? Vagy megírtad a cikket és lezártad a dolgot? Nem. Már kevésbé valójában partnert keresek. Én nem járok le azért, hogy ott találjak partnert, hanem partnert keresek ahhoz, hogy... De volt olyan, hogy már nem írtad a cikket, de még lementél? Vagy hogy még elmentél? Persze, természetesen. Aha, közben és most úgy keresel partnert, hogy járjon swingerbe? Hát, hogyha lehet, akkor nem feltétel, de nekem az életemnek egy jó rész, jó szakasza volt. Még úgy is, hogy elhagyott a kedvesed, a nem tudom, feleségben? Még úgy is, ez volt a... Akkor azt hiszem, hogy ettől függetlenül megtörtént. Aha. Igen, ez egy érdekes felvetés, igen. Igen. Kókuszgolyó szokott lenni? Szakmai kérdésért, bocsi. És adnak egy törölközőt, amit a Jani hazavihet, kis szatyorba, papucsba. Igen, és bele van hímezve, hogy hol voltál. Igen. Figyelj, azért érdemes erről beszélni, meg azért lehet, mert azért ne legyünk álszentek, sok embert foglalkoztat. Tehát a szex ez egy örök mozgató rugója az embernek. Hát azért ez mindenkit foglalkoztat. Van, aki elutasítja, van, aki nem utasítja, van, aki gondol rá, van, aki nem, de hát azért ez a dolog, ez létezik, ez van. Azért ezt sok ember lejátszott már a gondolata, hogy milyen lehet. Mint a pornofilm nézéssel, hogy mindenki azt mondja, hogy utálja, és nem, és közben meg az ott marad a fantáziájában, és persze, hogy érdekli. Hát meg ugye, utolsó mondat, és aztán zárjuk is, mert elmegyünk érezni, hogy ugye mi a jobb, tehát a pároddal együtt mondjuk akár megélni egy ilyet, és kiteljesedni együtt,
Vagy amit sokan csinálnak, hogy inkább nem kívánod, elválsz, rommácsalod, hazudsz neki, és évek alatt mondjuk viszonyod van egy másik nővel, érzelmileg is megcsalod, fizikailag is megcsalod, mindenhogy megcsalod. Hát akkor lehet, hogy ezen érdemes elgondolkodni. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Abszolút igazad volt, ez így van. Köszönöm köszi. Szépen. Hello. Majd privátba hívlak a címért, jó? Jaj, Feri, ha elmész, akkor legalább egy fotót csinálják. Hát nem, de nem jó lenne. Az Instára, a Facebook oldaladra, vagy valahova. Szingerezünk békával. Igen. Itt vagyok. Gyere, bújj ide, babám, egy picit. Most fogunk bemenni, egy ilyen videónaplót csináljál már. Gyerekek, anyósná. Gyerekeket leadtuk. Nagymamánál vannak. Na jó, de hogy kezdjem a békánál? Mi az első mondat, amivel puhítom ma? Hazamegyek. Az, hogy hallgassanak, morningshow.hu ma reggel. 8 órás megszólalás. 8-tól 9-ig béka, olyan izgalmas tél. Fürdjél este mulatunk. Azért még fürdeni fürdjék, tehát, hogy... Add le a gyerekeket a szittyónak, este program van. 3-9 lesz pontosan 6 perc múlva, ha valaki játszana velünk, akkor... Akkor jelentkezzen. Egyébként az a jó megoldás, tegyél föl valaki este egy Sting számot, és tényleg. Indítsd így. Hallgass, Béka. English man in New York. Tudod, mit csinálnak? 22 év vannak itt, és miért van nekem? Swingereznek. Jövünk a hírek után nem sokára. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 múlt pontosan 3 perccel. Na hát, ezzel kell este rángolódni. Így van, ha ezt nem érti a Viki, akkor semmi. Viki és Béka. Igen, mi már kitaláltuk. Kitaláltuk a haditervet. Én már az küldtem az egy SMS-t, hogy este kaszinótolják hozni. Ugye bemegyek, kiadom. Állj meg a bejárat előtt, bemegyek, kenekét, padlizsános kenyeret, félbarna kenyeret, kiadom neked. Egyébként jó, mondjuk én azért tudod, hogy ebben a szempontból azért igényes vagyok, de viccesen néznék, hogy bemenő, és én kis mungarocc előtt dobozzal a kárdugállá. Balázs, ez mi lenne? Semmi, csak Jani megkérte. Egy szívességre. Jani megkérte, hogy vigyek ki egy kicsit. Mondta, van zakuszkak, hogy 4 kilót pakoljak már be. Itt áll a bejárat előtt. Aj, de jó volt ez a Sting dal, mindentől függetlenül egyébként. Jó kis szám volt. Jó régi, de. Jaj, de jó. De nagyon kedveljük. Azt elfelejtettem megkérdezni a hallgatók, hogy elfogadnak melegétel utalványt, vagy? Erzsébet utalványt? Szerintem jó vagy vele. Abszolút. Az M1-esen Budapest felé kigyulladt egy jármű, körülbelül 90-es kilométer körül. Kint vannak a tűzoltók, áll már a sor. Kriszta küldte nekünk. Köszönjük szépen. Jelentős a torlódás, ezt többen is elküldtétek nekünk. Szegeden az Újhídon trafi a szokott helyen, ezt Dadó üzente, úgyhogy ott is mindenki vigyázzon. Egyébként nagyjából minden rendben, még nem indult el a szeptemberi őrület, ugye? Valószínűleg ezt a 3 napot nagyon sokan kivették. Bizonyám, most még nyugi van. Hosszú hétvége, csend nyugalom. Hát mondjuk vásárlás szempontjából már azért beindult. Most a hétvégén már volt egy csomó olyan áruház, ahol mindenféle ilyen iskolai akciók voltak, mi egy sportáruházban voltunk, és hát a legnagyobb csődület ott volt, ahol kis tornanadrágokat lehetett venni, meg kis tornacipők, stb. Tehát, hogy gyerekeknek azért már erőteljesen készülnek a szülők összevásárolgatni a dolgokat. Irgalmatlanul sokan voltak. Hihetetlen sokan. Na, nézzük, hogy ki a játékosunk. Itt van már is, és 3-asugrást játszunk. 3-asugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Szia. Martin vagyok. Martin, hello Martin, jó reggelt. Honnan hívtál minket? Pécsről hívtalak titeket. Pécsről? Mit csinálsz ott, mivel foglalkozom? Dolgozunk, most kezdünk dolgozni mindjárt. Légtechnikát építünk. Légtechnika? Igen. Az micsoda? Hát ilyen szellőzés nagy épületekbe, ugye, hát ilyen hűtött levegő, stb. Befúvás, elszívás. Klíma rendszeres? Hát igen, olyasmi munkatársaimmal itt vagyunk. Aha, de milyen jó kis lendületes vagy. Jól indult a nap eddig. Tényleg? Mi történt? A Swinger Club, hallottuk a Swinger Klubos történetet. Érdekes volt, ezt hallgattuk idáig. Igen. Érdekes világ, hát egy olyan világ, amit az ember nem ismer, és ezért érdemes volt. De kíváncsi rá? Igen, érdekes volt. Igen. Bár én 22 évesen nem annyira, de még ki tudja, mit az a jövő. Miért 22 évesen pont, hogy akkor lennék rá kíváncsi, nem? Hát, kinek mi? 22 házasság után? Ja, hát 22 házasság után az úgy más lehet.
Na jó, van segítséged, vagy egyedül játszol? Munkatársaimmal játszok. Munkatársaimmal? Futottál, vagy miért lihegsz ennyire? Nem, futottam, csak kijöttem az építkezésről. Ja. Még a swinger téma, mi? Igen, igen, még a hatás alatt állok teljesen. Felzaklatott a swinger téma. Figyelj, és akkor a többiek hogy segítenek? Kikiabálják majd? Vagy hogy? Igen, igen, itt ülnek az autóban is. Együtt próbáljuk megoldani a megfejtéseket. Hát nem tudom, most kimentél egy autóhoz a munkahelyedről? Így van, hát nem a munkahelyemen, egy építkezésen vagyunk, és csak kijöttünk ide a céges autóhoz. Aztán... Ja, és a többiek beültek az autóba, hogy hallják a kérdést? Így van, jól látjátok a helyzetet. Te meg odaálltál az autó mellé? Így van. Hát hányan ülnek az autóban? Négyen. Négyen bekuporodtak az autóba, hogy halljanak bennünket? De igen, jó. Igen. Akkor majd hagyunk időt, hogy le tudják húzni az ablakot, hogy kik a bárjanak. És elülül, aki nagyon okos, hátul ül, aki kevésbé? Így van. Na jó. De jó elosztás. Milyenek a kérdések, Jani? Nagyon klasszik műveltségi kérdés. Na nézzük, jó, így szól az első nyakbaakasztóért. Milyen nemzetiségű volt a Kis Hableány című mese eredeti szerzője? Uha. Dán talán? Így van. Dán talán. Ő Dán talán nemzetiségű volt. Így van. Dán talán volt. Menjünk tovább? Mehetünk tovább. Baseball sapkáért így szól a második kérdés. Nagyon. Köszi. Melyik településen található Magyarország földrajzi középpontja? Magyarország földrajzi középpontja. Pusztava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 szt
Nagyon-nagyon jók vagytok. Na, mi legyen a harmadik kérdéssel? Jöhet a harmadik kérdés, várjuk. Csak így álljunk neki, simán? Persze, persze. Álljunk neki akkor. Na, figyeljetek, mit csinálnak a többiek az autóban? Hát éppen nagy erőkkel figyelnek a kérdésre. Ül négy ember, nem mozdul, mind a szól a rádió, és egy irányba néznek? Így van, rám néz mindenki, nagyon zavarba vagyok. Nagyon jó. Kinek a főszereplésével készültek a Bosszúvágy filmek? Még egyszer, milyen filmek? Bosszúvágy. Bosszúvágy, kinek a főszereplésével? Bosszúvágy, igen, ez már egy generációs így között. Hagyjuk már ezt a témát, jó? Egy, hopp, hopp. Na. Charles Lloyd van! Ismételt gratula a hátsó sorban bekiabálónak. Nagyon jó! Királyok vagytok. Igen, ezt nem te tudtad. Hát ezt nem én tudtam, de a munkatársaim segítettek. Igen, neked annyi maradt meg, hogy bosszú ágy. Igen. Igen, bosszú ágy. Igen. Nem emlékszel erre, túl fiatal vagy, nem láttad nem, őket, ugye? Nem ismerem a filmet. Mikor... De meg fogom nézni, biztosan most meg fogom nézni, ez lesz a ma esti program. 22 éves vagy, vagyis akkor mikor születtél? 92-ben. Úristen. Úristen. Ma nagyon kapjuk. Hát akkor neked már Charles Bronson neve se bont semmi. Tudod, hogy ki ő, vagy hogy néz ki, vagy ki volt ő? Hát én nem tudom, hogy hogy néz ki. Azt mondják, Oroszországban született, itt kiabálják az autóba. Igen. Nem amerikai szállott, a származását tekintve. Meg bajszos, ezt is tudjuk, hogy bajszos. Igen. Meg hát a Volt egyszer egy vadnyugatot, azért biztos, hogy láttad. Igen, az nekem volt is ismerős. Harmonik. Láttad a Volt egyszer egy vadnyugatot? Igen. Ne kamúz. Nem kamuzok. Vagy csak a címe mond valamit. A címe az mindenképpen, de szerintem a filmből is előttem vannak részletek. Jól van. Küldjük nektek az ajándékcsomagot, ügyesek vagyok. Oké, köszönjük szépen. Ciao, jó munkát. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, ez a tragédia. Nem az, hogy Benny híre nem emlékeznek. Hanem, hogy Charles Bronsonra se vár. Lassan. Hát, feledésbe merül. Ő mikor is volt mindenki. Filmje utoljára? Hú, nagyon régóta már forgott, ugye? De hát, ez szenzációs volt. Én nagyon szerettem. Nem tartottam, hogy igaz, nem volt egy igazán jó színész szerintem egyébként. Nem? Tehát, hogy nagyjából egy arcot hozott, ugye, egy ilyen modern Steven Seagal volt, vagy egy régi Steven Seagal, aki azt a napbarnitott, bronzbőrű, brutál bajos, brutál nézése volt. Három nézése volt, és így nagyjából ugyanazt a zsánert hozta mindig, nem? Tehát így... Hát, azért volt egyszer egy vagyunkatban, picit több volt, mint Steven Seagal teljes filmográfiájában. Persze, hunyorgott kettőt, nézett hármat, de hogy olyan nagy dolgokat nem tett. Nem volt egy igazi nagy színész talentum, ha azt nézed. Nem, marha jó karakter volt. Igen, inkább egy ilyen karakter. Nagyon jó karakter volt. Tehát a Bosszúvágy első része, hát ugye ez az önbíráskodós téma, az gyakorlatilag... Az nagy klasszik, persze. Hú, de jó. Vörös nap, nagyon jó volt. Csátóföldje, nagyon jó film. Vörös Szonya, még nagyon nem játszott ugyan, nagyon jó volt. Igen. 4 perc, pontosan 9 óra, ha minden igaz, akkor Zsuzsák Balázst hívjuk majd a hírek után. Most van jelen pillanatban orvosi vizsgálaton, úgyhogy reméljük minden rendben van. Végezés, úgyhogy Balázsra jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred.
a mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt pontosan 8 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és folytatjuk. Azt nézem, hogy mi a helyzet az utakon. Van valami hír, Bali? Mindjárt megnézem, Bali. Azt mondja, hogy az M1-esen nem messze, a komáromi felhajtótól egy autó ég. Tűzoltók oltják, de a nagy dugó már most alakulóban van Budapest irányában. Esetleg említhetnétek, hogy akik még megtehetik, kerüljenek. Böbe. Igen, Böbe, megemlítettük már, amikor elmentünk hírezni, azelőtt is mondtam, hogy az M1-esen dugó van. Úgyhogy kerüljön, aki tud. Ez körülbelül a 90. kilométernél történt Budapest felé. Áll a sor, próbáljátok kerülni. Ha jöttök Pestre, akkor valahogy ott előtte, ha le lehet hajtani, menjetek, mert nagy dugó van. Szegeden az új hídon van egy trafi, a szokott helyem, valamint azt nézem, hogy van-e még valami, de igazából kevés ma reggel a közlekedésünk. Budai alsó rakpart a szokásával ellentétben egészen jól halad. Timi küldte nekünk. Szarvaské után Szilvásvárad felé 3 autó tört. Rendőrök irányítanak, Atesz a festékes írta. Valamint a 86-oson Szombathely felé, a 84-es kőnél a felüljáróról trafiznak. Ezt pedig Atis küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, véget ért a sziget, gyerekek. Na, hát te is kilátogattál. Milyen volt? Voltam pénteken, nagyon jó volt. Nagyon jó volt, elképesztően sokan voltak, jöttünk, mentünk, nem találtuk meg azt a helyet, amit kerestünk, amit ajánlottál, elmentünk a másik végébe, körbe kérdeztünk mindenkit, össze-vissza kolbászoltunk, viszont... Na, egész halkan mondanám... Viszont találtam mást. Igen, hogy 2 darab azonos címkével ellátott hely volt. Természetesen Balázsik az ellenkező irányba. Abszolút az ellenkező irányba. Indultak el. A lábamat lejárta. Én még ennyit marha szegyért nem mentem. Tehát, hogy egyszer nem mentem, mert mondtad, hogy van egy valahol egy ilyen brutális, gőzölös, barbecue-s, ott helyben sütős, amerikai, vonatos, mozdonyos lecsós. Azt a mindenit. Hát figyelj, megőrültünk, annyira jelesek voltunk, mentünk. Nincs nyomorultam, mint akkor a végén egy ilyen félig megsült csirkemájas bagettet majzolsz, mert annyira éhes, hogy nem tudsz lépni. És ilyen fél egy körül így elengedtük a dolgot, hogy na jó, nem. Hát ez nincs meg. Ez nincs meg. De amit örömmel konstatáltam, hogy nagyon sok magyar volt kint. Nagyon sok magyar volt kint, mintha tényleg visszatér. Amit viszont örömmel konstatáltam, hogy veledek nem futottuk össze. Egyrészt, hogy tök jó, hogy nem voltatok ott, annak mindig örülök. De hogy azt tudtam, hogy te nem leszel, Feri. Béka kint volt még. Kint volt még, nyomtam. Pénteken. Nagyon sok magyar volt, olyan, mintha most idén egy kicsit újra már tényleg nem annyira divat. Mit tudom, hát vagy annyiszor jöttek vissza már, hogy megtanultak a hollandok. Vagy megtanultak a hollandok, sokkal több magyar szó volt kint, mint az elmúlt pár évben. Az ember azért ennek mégis örül, hát mégiscsak azért. Mégis csak a mi szigetünk. A mi szigetünk, hogy ez mindig jó. Mindig jó, de nem találtuk meg, Avancsin voltunk, Avancsin nagyon nagy buli volt. Azt ugye meséltem akkor a reggel, Avancsi hatalmasat volt, a végén már aranyeső, megvilágítva, lézersó, minden volt. Brutális. Hát valamivel el kell adni azt, hogy egy ember áll a színpadon és tekerget 2 gombot. Tekerget 2 be nem dugott ilyen Pioneer pultocskát, és egy pendrive-ról valahol bedugott 2 ucról megy a zene végig full playbackbe. Azt ezt megnéztem valamikor, beállt a színpad mögé a kamion, és leszették róla a pendrive-ot. Ródok serege, mi? Egy ilyen brutális acélbőrön kézhez bilincselve megy föl Avancsi, és előveszi a kis pendrive-ot, bedugja. De jó bulit csinál, tehát a nagy slágereket nyomta. Én nem vagyok nagy Avancsi rajongó. De hát 90 000 ember csak kiment rá azért. Tehát 2 ilyen nap volt, ugye az első a Robics, meg az Avancsályos. Ez a 2 volt, ahol közel 90 000 ember volt kint. Az jelent valamit. Biztos behúzta 0-szaldóra a szigetet. Talán. Reméljük. Reméljük. De sokan voltak. Jó volt, jó volt. Te már pénteken nem voltál? Én már nem. Én hétfőtől csütörtökig képviseltem a csapatot, tehát a foglalkozás minden nap elérte célját, ahogy szoktuk volt mondani. Én eléggé jól voltam, ott sokáig voltam, jól éreztem magam, és pénteken mondom, te jössz! Átadtad a terepet. De tényleg jó volt. Budai rakpart csak Margit hídig jó, utána teljesen beállt, kaptuk SMS-ben. Na, Zsuzsák Balázsval foglalkozunk egy kicsit. Balázs nagyon drága, mindig nyilatkozik nekünk, ha van történés, és hát az ő átigazolása megint, hát hogy is mondjam,
futballrajongók lelki állapotát egy kicsit borzolja, lehet így mondani. Van, aki bántja ezért, van, aki örül neki, van, aki csalódott, hogy a mi kis Dzsudzsák Balázsunk, akinek azért már hosszú-hosszú évek óta várunk egy olyan európai top csapatot, hogy legalábbis ott láthassuk, most megint egy, hát nem azt mondom, hogy másodvonalbeli, minden esetre török csapatot választott. Akik igen, azért azon a szinten ott egyáltalán nem rosszak. Sőt, persze, persze. Sőt. És nyilván a futball szerető embereknek nagyon ismerősen cseng a Bursaspornak a neve. A futball szeretőknek. Na hát én már olvasom a kommenteket, hogy csak a pénz, meg csak a milliók, meg hogy egyébként máshova nem is kellett volna, meg hogy ő nem a sportkarrierjét, hanem a pénzt tartja szem előtt. Hát ezeket mind megkérdezzük. Mind megkérdezzük tőlem, hogy mit szól. Azt lehet tudni, hogy volt-e másonnan megkeresés, vagy ilyenkor arról mélyen hallgatnak. Tehát csak azt szokták elmondani, hogy azért átig, ahova végül is mész. Tehát a Hertás vonalat nagyon sokat emlegették. Tehát, hogy ugye örültek is volna neki, szerintem, aha, mert hogy ugye a Dárdai Pali miatt is, meg ez egy picit magyaros csapat is, ugye a Király is ott játszott, Dárdai is ott játszott, ráadásul ugye a Pali, ha szabad így nevezni, egy legendának is számít, ráadásul most ő a vezetőedző is, tehát, hogy ez nagyon jó lett volna, meg azért a Bundesliga az egy picit így közelebb van szerintem a labdarúgó rajongók, vagy a labdarúgásért rajongóknak a szívéhez, mint mondjuk a török bajnokság. De ezt a Hertha is mondta, hogy ők akarják a Dzsudzsákot, vagy ezt valaki mondta? Mert most abból, amit elmondtál, nekem az jött le. Hát erről kérdezd a Vörös Baranyit. Ne, na mindjárt megkérdezünk, gyerekek. Egymást kérdezzük itt, miközben már itt van a vonalban. Balázs, jó reggelt! Hello, Dzsudzsák Balázs! Szia! Jó reggelt! Na, sűrű napok most újra? Hallom, hogy... Hát kirottatok a korteremben itt, úgyhogy... Igen? De Vörös, csak miattatok, persze. Mi, hát most vagyok orvosi vizsgálaton, már a futás részén túl vagyok. Aztán vérvételem volt, és éppen most vizsgálták meg, hogy milyen a mobilitás a térdeim, úgyhogy ilyenek. De na, mesélj egy kicsit példát, mi laikusok vagyunk, hogy zajlik egy ilyen orvosi vizsgálat? Tehát a szerződés alásírása előtt téged fejtetőtől lábad végéig átnéznek, megröngeneznek. Van sohajcsol! Igen, van egy doki, googolsz hármat, mérnek egy vérnyomást. Igen. Mi történik? Igen, igen, igen. Hát ez volt, hogy 9-re kellett idejönnem, ugye egy órában már előrébb van, és akkor egyből futópadra kellett állnom. Aztán ott egy könnyed sétával kezdődött, és 12 perces ilyen, hát azt mondom, hogy pici terheléses vizsgálat volt, közben EKG, pulzusmérés, vérvétel, úgyhogy közben meg ugyan járom most így az orvosokat, az előbb épp a kérdezték, hogy volt operációm, vagy meg tényleg megnézték a térdem, bokám, tehát szó szerint tetszőtől talpig végigmérnek. De hát már nem sok van hátra, úgyhogy... Még minden rendben. Hmm. Ezt még az aláírás előtt csinálják meg? Tehát most megszületett az aláírás, vagy nem még? Hát elvileg tegnap volt egy ilyen protokoll, ugye, hogy ugye már nagyjából mindenben megegyeztünk, úgyhogy 3 órakor lesz hivatalosan szurkolók előtt is nyitott kapukkal az edzőközpontban a bemutatás, úgyhogy végülis ott is lesz egy aláírás, de hát mondhatni már meg vagyunk. Aha, igen. De ha most egy török orvos fölsikolt, hogy gyerekek, a bal térde az nem jó. Megjelenszed két mankóval. Igen, akkor hát mi történik? Nem tudom, fogalmas is, de ilyen hál' Istennek nem volt részem, úgyhogy nem is hiszem, hogy ez most előfordulhat, mert nem volt szokásom, hogy tényleg bármi problémám lett volna, úgyhogy már ezt szerintem mondták volna, hogy én ne találkoztam volna. Mit kell tudni egy magyar futballrajongónak a Bursaspornról? Kérlek szépen, hát megmondom őszintén, hogy én is, hogy amikor meghallottam ezt, akkor... akkor azt mondtam, hogy nem biztos, hogy ez lenne az a csapat, ahol esetleg a váltásom miatt gondolkodnék. Aztán felvetődött az a lehetőség, hogy a Dinamo is engedélyezi azt, hogy kijöhessek és saját szememmel nézek körbe, úgyhogy én éltem a lehetőséggel, és megmondom őszintén, hogy nem azért, mert éppen ezt kell mondanom, de nagyon-nagyon kellemes csalódás volt, és olyan impulzusok értek itt, és olyan szeretet és tisztelet fogadott már az első perctől kezdve, ami azt mondom, hogy talán minden futballistának egy álma, hogy igenis ajnározzák, és őt tekintsék a legjobbnak, és őt tartsák a legjobbnak, és úgymond egy megváltást várjanak tőle. Arról nem beszélve, hogy a környezet is, ugye az a török fanatizmus, ez erre a városra kifejezetten jellemző. Egy új stadion 45 ezeres két hét múlva fogják átadni, úgyhogy 4 éve bajnokságot nyertek, azóta pedig ugye folyamatosan ilyen, úgymond a 3 nagy csapat mögött, ott vannak a 4.-5. helyen holt versenyben, úgyhogy egy folyamatos, úgymond ilyen ugródeszka ez a Bursaspor, hiszen most is a Fenerbahce csak 2 játékost vett meg tőlük, úgyhogy igazából egy nagyon szimpatikus edző, akivel már múlt héten beszéltem személyesen is, 4 éve van itt, tehát nem az jellemző, hogy éppen kiesnek, benn maradnak, vagy azért játszanak, hogy tényleg nincs tét, úgyhogy itt egy komoly nyomás van a csapaton,
így meg aztán pláne, ráadásul múlt héten még rajtam kívül is két játékost igazoltak Belgiumból, még továbbra is tervezik, úgyhogy én azt mondom, hogy az egyvégi benyomások alapján egy nagyon-nagyon komoly helyre kerültem. Na de azért te is azt mondod, hogy nem ez lett volna a cél, vagy nem, de, igen, mentél nem, volna a szíved szerint, így, nem? Van, hát ugye, igen, ez nem, hát a szívem szerint persze, hát ugye ez nem is volt titkos dolog, hogy én azt mondtam, hogy igenis szó van a Hertáról, de ahogy pont bekapcsolódtam már ugye hozzátok is, és nagyon-nagyon fontos, hogy nem tudom már ki kérdezett rá, hogy ezt valószínűleg a legjobban én is úgy érzem, hogy csak a Pali szeretné. Tehát 5 hete húzódik ez a dolog, és egyetlen egyszer nem kaptunk oda olyan 5 hete, hogy én tudnám, hogy a Hertha mit akar adni nekem, mennyi időre tervezne velem. Tehát folyamatosan ment ez a, és nem azért, mert rosszat akarok mondani, tehát félértés ne essék. Csak egyszerűen mindig hívtuk őket, és a sportigazgató mindig meglátjuk, el kell adnunk egy játékost, de akkor is, hogyha őt eladjuk, akkor sem biztos, hogy mi tudunk ajánlatot adni, és így, és úgy, és folyamatosan... Tehát a Herthának kellett volna ajánlatot tenni? Hát persze. Hát azért, mert neked még élő szerződésed van? Így van, hát eleve ugye ez volt, tehát ugye mondtuk, hogy mindenféleképpen legyen egy hivatalos formája ennek, hogy ugye olyan menjünk a Dinamóhoz, és utána tudunk arról tárgyalni, mert ők folyamatosan ugye azt mondták meg, ugye természetesen a nagyszerű újságok, akik mindent tudnak, ugye leírták, hogy én 20 milliót akarok, 5 milliót, 100 milliót, meg mennyi az én áram. Az én áramról nem volt semmi extra, körülbelül 1 millió volt, mint ahogy itt is, ahogy megegyeztek. Nyilván, hogyha mi ezt nagyon szeretnénk volna. Igen. Aha, csak hogy mindenki értse, igen, 1 millió hát, euró. Ugye decemberben jár a szerződésem, és ilyenkor már ugye nem szokás fizetni eleve, de viszont mi is megtudtuk volna azt, hogyha tényleg annyira szeretné a Hertha, hogy ez összejön, akkor lehetett volna beszélni arról, hogy igenis a Dinamóhoz kimenni, és azt mondja, igen, köszönöm szépen, mindenkinek jobb, hogyha én távozom. De most ilyenkor az nem opció, hogy az ember megvárja, míg lejár a szerződés, és utána ingyen igazolhatóvá válik, és akkor a Hertha elvihetett volna ingyen? Figyelj Balázs, megmondom őszintén, hogy erre is kaptunk egy választ, és azt mondták, hogy nekik akkor sem biztos, és pont ezt szerettem volna kisejteni. Ha, mert ugye az érdekes, hogy akkor vársz 4 hónapot, lejár a szerződésed, és ingyen ott vagy a Hertánál. Hát valószínű, hogy így is el tudtunk volna menni, pont ezt akartam mondani, hogyha oda mentem volna, hogy nem köszönjük szépen, lemondok a hátralévő félhavi béremről, akkor tényleg ilyen nagy cirkuszok árán akár így is meg tudtak volna szerezni, de erről is szó volt. És mondtuk, hogy ehhez nekünk mindenképpen egy papír. Most azért nem fogok lemondani a szerződésemről, hogy utána meg otthon várjam, hogy a Hertha vagy nem. Igen, hogy azt mondják, hogy nem kell lesz. Így játszottam már 2,5 hete, 3 hete, ami nekem nagyon-nagyon fontos mind a válogatott szempontjából, mind pedig a saját karrierem szempontjából, hogy ne csak üljek otthon, vagy éppen Moszkvába, és várjam azt, hogy valaki akarjon. Arról nem beszélve, hogy most se dúskáltunk abba, tehát azt, hogy megjelentek volna hírek, ezeket nem mi generáltuk, én sem vagyok hülye, hogy visszautasítsak olyan csapatokat, akik megjelentek. De én mint egy opció jelentem meg. Azt, hogy nem engem igazoltak, az nem az én hibám volt, és nem a mi visszautasítás. Tehát a Hertha adott volna egy papírt, hogy oké, kell lesz 4 hónap, ugyan, akkor te megvárod ezt a 4 hónapot, csak ők nem adtak semmit, vagy nem mondták, nem. Aha, értem. Mert ugye az ember ezen gondolkodik, hogy hát akkor ingyen vihető, csak hát ha te nem voltál abban biztos, hogy visznek, vagy vinni akarnak, akkor az ember nem biztos, hogy az ember nem biztos, hogy vár. És akkor ez most újabb ugródeszka? Mert ugye ezt azért te már sokszor mondtad, hogy jó lenne majd innen valahova. Csak hát aztán azért ketyeg az idő, gondolom neked is. Közelebb kerültél az álmaidhoz ezzel a csapattal? Én azt mondom, hogy azért folyamatosan látom azt, hogy sajnos merre van most jelen pillanatban is a futballunk, valamint azt, hogy hova helyeznek bennünket. Én azt mondom, hogy nagyon nagy dolog az is, hogy még mindig külföldön tudok maradni, és ilyen igazolásokat véghez tudok vinni, még akkor is, hogyha az emberek most ugye felszíszentek ismét, hogy ez megint nem az a csapat esetleg, amire a közvélemény várt. Tehát azt függetlenül mondom, tehát én nagyon-nagyon reményekkel vagyok itt, és nekem nagyon-nagyon biztató dolog az, ahogy engem itt fogadtak, és amit itt elvárnak tőlem. Tényleg óriási itt a fanatizmus, úgyhogy én ebből a szempontból, futballista szempontból mindenképpen azt mondom, nagyon-nagyon jól fogom szerintem magam érezni, és remélem, hogy a játék is így fog menni. Aztán én most ez is lehet, hogy úgy hangzik, hogy na, megint csak leráltam ezzel, de nem, hát miért ne lehetne? Tehát, hogyha van egy jó szezonja az embernek, akkor innen miért ne lehetne tovább lépni, úgyhogy volt már rá példa. Nem tudom egyelőre, hogy most mit is akarnék mondani, hogy azt mondom, az álmaim azért, hál' Istennek játszottam már olyan helyeken, ahol mindenhol jó emlékkel gondolok vissza, akár Hollandiára, akár Oroszországra. Most egy újabb országban vagyok, Törökországban, úgyhogy 29. decemberről meglátjuk, még szerintem nem vagyok maradva semmiről. Még nem, persze, meg hát az emberek nyilván egy része, aki most beleszól, meg okoskodik, az egy dolog, de hát nyilván van, aki drukkol neked, és azért szeretné, hogy még valami jobb csapathoz kerülje, mert lát benned fantáziát, drukkol neked, szeret téged, és még azt szeretné, hogy egyszer csak a neved valahol berobbanjon egy jó csapatba. Te voltál már ott, megnézted az edzőkomplexumot, megnéztél mindent, ilyenkor te körbejártad, vagy körbejárod az egészet?
Igen, hát múlt héten ugye kint voltunk egy szerdai nap, és akkor végigjártunk mindent a stadionnak. De úgy ünnepelnek, mint valami popstárt, én azt láttam, hogy ott azonnal hát sajtótájékoztató a reptérrel, mindenki fogadott téged, mintha... Én most leszek kíváncsi, mert ugye 3 órakor lesz ez a hivatalos bemutató, ahol elvileg sok embert várnak, úgyhogy... Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mennyien jönnek el mégis. Figyelj, mi van a Bursaspornak az eltiltásával? Ugye őket tavaly eltiltotta az UEFA. Ez az utolsó év. Ez az utolsó év. Tehát akkor elvilegben jövőre már indulhattok. Így van, így van, így van. Addig beépül a csapatba, és onnantól kezdve. Egy kicsit hadd lássunk már bele így magánemberként, azt szerintem izgalmas mindenkinek, még aki nem egy nagy foci rajongó, itt magamról beszélek elsősorban, hogy amikor te leigazolsz egy ilyen csapatba, akkor lehet ilyen kiérésed, hogy már pedig te ekkora négyzetméteres lakást akarsz magadnak, már pedig te akarsz egy külön gyúrót magadnak. Lehet ilyeneket a szerződésbe beleíratni? Legyen valaki, aki mindig megtankolja az autót, ugye Balázs? Annyira nem lehet megrendni. Olyan jó hangulatú beszélgetés. Tudod, hogy kedvelünk, hát azért ez jellemző ránk. Hát azért ezek mellett nem lehet elmenni, hogy a Láncidó lerobbansz. Hát én imádtam, annyira rögtem. Igen. Na, hát de tényleg itt belevéve azt is, hogy itt mennyire fanatikus van, és azt nézik, hogy nekem menjen, hogy amúgy délután fogjuk folytatni az orvosi vizsgát után azt, hogy elmenjek körbenézek, milyen lehetőségek vannak az apartmanok vagy a házak tekintetében. Még egy olyan körbe kell kérdezősködnöm, hogy hol a legjobb lakni, melyik részén Bursának, úgyhogy, de természetesen persze semmi akadálya nincs annak, hogy én azt mondom, hogy akár 100 négyzetméterest, vagy 500 négyzetméterest. A klub igen, benne beletett a szerződésbe, jár egy autó, jár egy lakás, úgyhogy járnak repülőjegyek, tehát azt mondom, hogy ilyen részletekre tudok nektek árulni. A repülőjegy az, mint ami X mennyiségben jöhet haza, mehetsz vissza, igen, tehát nyilván igen, finanszírozzák igen, az utazást. Hát igen, az, igen, ilyen igen. Szinten nyilván ezek alapdolgok, nem? Hogy az ember igen, jó helyen lakjon, jól érezze magát, meg... jó környezetben legyen, szeressen ott élni. Hát neked valamennyire most ott kell élned nyilván, nem? Így van. Ez 20 percre van Isztambultól, ugye úgy érkeztünk ki, végleg először, múlt héten Isztambulba szálltunk le, és akkor onnan egy hotel tetejéről ugye szerették volna azt, hogy innen is lássam. És alapból ez tényleg így van, tehát ez nem a vetítés része volt, hogy helikopterrel hoztak át, hanem úgy kell elképzelni, mint Nizzában, amikor megérkezik az ember, és onnan ugye Monakóba át tud menni egy 15 perces heli taxival, és ez itt is így funkcionál, tehát itt is van Isztambul és Bursa közt napi 3 helikopter, és akkor 130 euró ellenébe, pedig erre fel lehet szállni, és akkor 20 perc alatt itt vagy, és gyönyörű látványban van részed. Menő. Na és milyen kocsit kérte? Tessék. Nem kértem, a csapat Mercedes-t kap, úgyhogy természetesen nekem is megfelel, úgyhogy majd amint jobban tudom már esetleg, vagy jobban ismerem ezt a részt, akkor valószínűleg meg is kapom, de egyelőre na még... Na de E-osztály, S-osztály, G-merci, G-L... Nem tudom, Balázs, vagy C-osztály, tényleg nem tudom még. Hát ez egy ilyen normális, kicsit visszafogott a beosztás. Na, szépek azok. Jó. Tollalapot az elejére kértél, hogy nehogy valami gond. Mikor kezdesz, Balázs? Mikor játszol először? Vasárnap, hát nagyon remélem, már számom valaki, nem. Este 8 órakor lesz edzés, úgyhogy ma már bemutatkozom. És hát elvileg ugye minden rendben, tehát én edzettem, attól függetlenül, hogy nem játszottam. Hát szerintem ez a hét ez biztos, hogy elég lesz ahhoz, hogy nem is azt a mesterhelést, ami eddig nem volt meg, azt megkapjam, de ahhoz, hogy beilleszkedjek, vagy a csapatba ott legyek, az szerintem elég az, hogy most mennyi időre, azt még én sem tudom. Szerintem a 90 perc az nem fog menni még egy első ránézésre, de hát remélem, hogy már hétvégén bemutatkozhatok, mert fontos mondom még egyszer a válogatott szempontjából is. Mennyire fanatikusak a török rajongók? Nem ismerem a török futballt, tehát ez a várnak, követnek, ha kihagyod a gólt, meg akarnak lincselni, vagy milyen a közhangulat, vagy milyen a morálod, hogy drukkolnak, erről tudsz valamit? Ez nem is fontos. Nekem még ilyen nem, tehát nyilván Hollandiában azért ott is szeretik lenni a labdarúgást, viszont ami itt van, az hogy szerintem tegnap 4 órát töltöttem itt, és bemettük, ugye megmutatták, hogy körben mégis hova lehet menni, meg milyen helyek vannak, és szerintem már csináltam olyan 4 óra, olyan 200 fényképet, tehát az, hogy mindenhol megismernek, és mindenhol welcome, és köszöntenek, és nem azzal a zavaróval, hanem hogy tényleg azzal a jó érzéssel, és nagyon örülnek, hogy itt vagyok. Most az egy font, amikor nyitottak az orvostól, jöttem ki, és nagyon köszönöm, hogy itt vagyok, és megnézte a YouTube-on a videóimat, és remélni, hogy itt is ez lesz. De ugyanez Isztambulról is, tehát amikor múlt héten itt voltunk, reggel 6 órakor indult a gépen vissza Magyarországra, és ott is a vámkezelő is, tehát kérdezte, rendben a búza? Mondtam, hogy még nem tudjuk, oké, gyere a Besiktasba. Tehát az, hogy mindenhol ismerik az embert, és hát azért tényleg óriási országról beszélünk. Uh-huh. Akár Isztambul, akár ez is, itt is 2,5 millió ember, egy csapat van csak, Isztambulban 15 millió, tehát
és itt mindenki nézi a labdarúgás, és itt az első sport a labdarúgás. Még úgy Oroszországban azért más volt, ott eleve nem is volt akkora se stadionunk, se szurkolótáborunk, de itt itt a legnagyobbakat tudom elmondani, és tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy... Na, de hát a sok fénykép egyiket arra is jó lesz, hogyha felrúgod a labdát a lelátóra, akkor megtaláljanak. Tehát, hogy tudod, eleinte még azért nem biztos, hogy meg be tudnak azonosítani. Igen. Balázs, hát mi drukkolunk neked. Vigyázz, vigyázz akkor nagyon magadra. Jó? Köszönöm szépen. És reméljük, hogy minél előbb hát és sok-sok gólt fogsz lőni. Hogy az ígéretet be tudja tartani, mert azért mondjuk az eléggé önbizalommal teli volt, hogy megígérted nekik, sőt azt mondtad, hogy garantálod legalábbis a sajtó szerint, hogy az első háromba fogtok végezni a bajnokságban. Nem, hát ez ismét csak egy olyan fajta lefordítás volt, amit mindenképpen akartak, hogy azt mondja, én nem mondtam, mert én azt mondtam, azt tudom garantálni csak, hogy minden tudásomat meg fogom itt villogtatni, és nagyon remélem, hogy ez elég lesz, meg igen is szeretnék. Hát annyi célom viszont van, hogy eddig is ott volt a csapat a dobogó környékén. Nyilván nekem meg vannak olyan elvárásaim, hogy igen is szeretném a csapatot hozzásegíteni gólokkal, gólpasszokkal, úgyhogy nyilván csak azt tudom garantálni, amiben hiszek, vagy amit én is saját magamból tudok. Balázs, drukkolunk, vigyázz magadra. Köszönjük jó? Szépen. Köszönjük köszönöm. Szépen, Zsuzsák Balázs, köszi! Ciao, hello, hello! Szerződéses kritérium, állandó kárasszisztens és kiemelt kaszkó. Kedveljük a Balázs, ő is minket volt benne nálunk a rádióban, jó a viszony. Drukkolunk neki mindig. Én is picit mást vártam, megmondom őszintén, hogy máshova szerződik, de ez jött. Ő tudja az ő karriere, hát neki kell ezt eldönteni. Mert földrajzilag már közelebb van Európához. Tessék? Földrajzilag most meg visznek pont a térkép. Hát közelebb van megint Európához. Közeledik Európához, igen. Mi drukkolunk neki. Na, 9:30 pontosan, egy pici szünet, jó? Aztán jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Azt a mindenit, Avanci! Egy jó kis Avanci. Mennyit fizetnek ezért? Hogy oda tette ezt a dalt? Commodore 64, azték, nem? Döbbenet, elképesztő. És világsztár a csávó egyébként ilyen zenével. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Megvitattuk a vonat szerencsétlenséget, ugye az Asszót Balassagyarmat vonalon történt ütközést, és hát értetlenül álltunk a dolog ellen. Nem értettük. Több minden nem értettünk. Egyrészt, hogy van az, hogyha valakinek azt mondják, hogy állj meg és várd meg, míg jön szembe a vonat, hagyd elmenni, majd indulj, ezt ő megszegi. Egyrésztről ezt kettő, hát nyilván az sem, hogy van az, hogy egy vonat átmegy a piros jelzésen, és erről senki nem tud. Senki nem tud, semmi nem jelez, sipol, dudál, jelenik meg valahol, hívják föl a mozdonyvezetőt, hogy álljon meg. Egyszerűen csak átment a piroson. Hogy csodálatos infrastruktúra van mögötte, hogy csuda, hogy megy. Igen. Így van, hát betelefonált Jani, a mozdonyvezető, aki egészen elképesztő dolgokat mondott nekünk, hogy ez hogy működik. Nem voltak illúzióink, de azt gondoltuk, hogy ennél azért talán egy picit nagyobb biztonságban van az ember, ha vonatra ül. Kiderült, hogy nem minden esetben van ez így. Érdekes dolgokat mondott. És Feri felvetette, hogy szeretné elmenni Swinger klubba, mert hogy Sting, ugye pont a mai bulvárlapban derült ki, hogy Sting 22 éve házas már a feleségével, és azt mondja, hogy nincs annál jobb, mint amikor az ember Swinger klubba megy, és az ő házas életük ettől virágzik, kipróbálnak egy csomó mindent, amit akarnak, megvalósítják a vágyaikat, és együtt élik meg ezen közös vágyakat. És Veri elmondta, hogy mi lenne, ha ő is elmenne swingerezni. Hát, mi pedig próbáltunk neki segíteni, hogy vesse föl Békának, mit csináljon ott, és mi lenne, ha esetleg összefutnánk a swinger klubban. Ez az érdekes. Ha figyeljetek, Stingnek jó, akkor nekünk is jó lesz szerintem. Tűzzük ki a dátumot! Persze! Mikor? Hát ez egyeztetés kérdése. Hát. Ahogy hallom, nem rajtunk múlik. Ellenállásba ütközünk, de ez a dolog nem nálunk megy el. Úgyhogy erről beszélgettünk, hogy mit csinálnánk mi hárman, ha egyszer csak összetalálkoznánk egy swinger klubban. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 3:40 múlt 3 perccel. Csabikám, jó reggelt! Jó reggelt! Szevasztok! Az a 69-es, mi? Jó, ezt mi játszottuk 69. a Ferivel, mennyit bizony. Játszottuk? Játszátok még ezt a best of? Nem, nélküled már nem olyan az egész, sokkal jobb. Ezt akartam hallani, de ez tényleg az első repertoárunkban benne igen. volt, az első 5 dalunkban, amit tudtunk. Hát nem nagyon tudtuk, de játszottuk. De játszottuk, szerették, jó volt az. Megismerték? Meg felkonferáltuk. Kiírtuk nagy betűkkel. Ez most ez a dal.
Mi újság van, Csabikem? Jól vagy? Minden rendben van, képzeljétek el. Na. Hogy a hétvégén kettő koncertet is adtunk. Ti is? Ha már erről van szó. Nagyon. És képzeljétek, a bikini előtt játszottunk, innen nem messze egy parkban. Annyi ember volt, de annyi, miközben a szigeten Avancsi nyomult, és aztán mondták is ott a helyiek, hogy ilyenkor koncertet rendezni a fővárosban, az kifejezetten jó, mert vannak olyan fiatalok, akik mondjuk vidékről megérkeznek a szigetre, és a pénteki napot azt általában beszokták áldozni a szigeten is erre az elektronikus zenére, tehát nem véletlenül vannak ennyien. De vannak jó páran, akik viszont nem annyira kedvelik, és akkor megnézik, hogy milyen programok vannak még Pesten. És aztán így ez tök jól működött. Hát már várták ugye a bikinit, ha kielőtt játszottatok, és... De mi jöttünk is. És az az érdekes, hogy ugye ilyenkor megnyitják, mint tudom, fél hétkor a kapukat, és akkor az előzenekarnak 7 óra 15 perckor el kell kezdenie. És 7 óra 15 perckor már nagyjából annyian voltak, mint 8 órakor, amikor a bikinek, vagy fél 9-kor, amikor a bikinének kezdenie kell. Tehát nagyon-nagyon sokan így korán megérkeztek, tudták, hogy mi ott leszünk. Az menő. Az jó. De egyébként a Klassz FM Facebook oldalára ki is rakunk most így ennek megfelelően egy képet erről a buliról. Csak hogy ti is lássátok meg, hát mindenki lássa, hogy azért komoly erőt képvisel. Videót tegyél meg, olyan kíváncsiak. Hol játszik az ember? Megnéznélek, hogy most hol tartasz. Figyelj, augusztus 20-án mi leszünk az ünnepi műsor Maglódon például, gyere el. A Maglódi buli, te! Egy jó kis Maglódi buli. Jó az. Még lehet, hogy még Gyömrőről és Ecserről is átjönnek. Hát ezért hívnak minket oda? Ja, becsárját. És akkor mennyit vagy a színpadon? Másfél óra? Hát most a Maglódon majd annyit fogunk, igen. Hát bikini előtt értelemszerűen kicsit kevesebbet, de teljesen jó fejek voltak a lózék, mert hagyták, hogy egy órácskát zenéljünk. És lenyomtátok a bikini dalokat is, amiket játszottok? Nem, most kifejezetten. Igazán aljas. Igazán aljas, elnyomni három bikini dalt, mielőtt... Na, most mi megutatjuk, hogy jobban játszunk. Igen, és lenyomni három dalt, mielőtt jön a fő fellépő, az igazán szemét. Szóval Maglódra mentek. Hát jó is az. Úgyhogy így telt a hétvége, jó volt. És akkor pihengetsz otthon, mint egy igazi rockstar, este buli. Jó ez. Az élet császára. Az élet császára vagy, komolyan mondom. Na, hívjuk gyorsan a nap hallgatóját. De jó. És keresztúról Maglódra nem is kell messzire utaznod. Ugye? Te a szerencse fia. Föl tud venni, ahogy megy a maglódi buliba, fölvesz téged. Nem, az másik irány, ki kell jönni a keresztúra. De meg ott úgyis találkozunk 20-án. Kőbánya. Az is lesz. De kár. Hello, Csabi, Jani, Feri, Balázs. Ciao. Szervusztok. Szervusztok. Bizony. Ajándékcsomag. Nem hallgattam az adást. Csak írtál egy SMS-t, akkor még hallgattad, azóta már kiszálltál? Igen, dolgozom, és nem figyeltem. De kár. Hogy hívnak? Hello. Zsigmond vagyok. Zsigmond, elfelejtetted, hogy írtál nekünk SMS-t. Azt nem felejtettem el, csak nem követtelek titeket. Nem követtél. Hát ebben az időpontban szoktuk mi hívni mindig a nap hallgatóját. Zsigmond, hol hallgatsz minket? Merre vagy? Nem messze tőletek. Itt a Rezső téren. Erre felé dolgozom. Mit dolgozol? Mit csinálsz? Én egy nagy kereskedelmi üzletben. Nagy kereskedelmi üzletben. Nem akarok most cégnevet. Jó. Oké. Figyelj, hát nagyon köszi. Igazából te vagy a nap hallgatója. Azt nézem, hogy van-e plusz ajándékod, mert ajándékcsomag az nincs, de most nincs plusz ajándék, úgyhogy csak a kitüntető címet viselheted. Nagyon szépen köszönöm azért büszke vagyok rá. Hát az a baj, hogy nem követtem az eseményeket, pedig kétszer is elküldtem azt a bizonyos SMS-t. Figyelj, ilyenkor bármi van, 3-4-10-kor valaki be kell mondani. Aztán lesz, ami lesz. Azok lehet, hogy mi vagyunk, igen. Köszi, hogy minket hallgatsz, sajnálom. Semmi baj, szervusztok. Hello. Ciao, hello. Akarsz neki adni valamit? Nem, csak hogy mit írt, azt... SMS-t. Kösz. Szívesen. Azt írta, hogy kell köszönni a Swinger Klubba. Sziasztok, most jöttem, de már el is mennék. Írta ezt nekünk, Zsiga. Így van. Csabikám, mi újság van? Mondj valami jó zenét. Mi lesz? Remek zene ma is? Remek. Ráadásul most olyat hozok, most nem a frissek közül válogattam, csak hogy tudjatok dicsérni, vagy hogy ti is azt érezzétek, hogy rátok is gondolok, nem csak a hallgatókra. Azt tudom, hogy a... Zizi Labor? Igen, a Balázsnak ez régen nagy kedvence volt. Ez egy négy évvel ezelőtti, annyira nem régi. Négy évvel ezelőtti felvétel, ráadásul valamennyire össze is forrta a Klassz FM-mel, mert nagyon sokat játszottunk, hozzájárultunk, hogy nagy sláger legyen. És a Jamie Woon-nak
a slágerit hozom. Én magam már nem nagyon... Nem már, azt játsszuk? Azért, én már nagyon régen hallottam, és ezt a Shoulder, az megvan neked is. Meg, szerintem. Hát, CD. Nagyon jó hangulatú, kazettán. Ilyen kicsit esős időben, hétfőn délelőtt, az megvan kazettán? Kazettán! MK29 és polimer. A hangulat, amiért azt gondoltam, ez így hétfő reggelre jó lesz nektek. Nincs meg, Feri, ez így hirtén nincs meg. Nincs. Nagyon jó ki hangulat. Ez, még egyszer? Jamie Woon-nak hívják. Woon. Jamie Woon. Ilyen eurázsiai srác, az anyukája a srót, és az édesapja ilyen... Onnan a Jamie és a Woon pedig a világos. És ettől aztán van egy olyan különleges világa, amit mások nem nagyon tudnak hozni. Hallgass meg, figyelj, csak meg most kíváncsi vagyok, mert így szerintem beugrik. Ez lesz az. Megvan? Ez nagyon jó dal. Na végre! Végre hozok valamit! Várj, ritkán meg az ilyen, ezt a dalt, ezt tényleg szeretem. Csabi, és fél évet vártunk rá. Csabi, most először. Megvan? Na jó. Nagyon jó hangulatú dal. Ezen minden nap ezt fogom ajánlani, csak hogy a Balázs azt mondja, ezt szeretem. Nincs meg, Feri. Fogalmam. Ne, hát egy éve vagy két éve, hatalmas sláger volt, de tényleg. A 4 éves. Sláger. De jó. Ez már a refrén? Igen. Annyira jó hangulata van. Most már le se kell adni. Hát azért meghallgatjuk majd az elejéről. Lőve. Ajánljak egy másik. Te iszol, amikor ilyenkor rá vagy csavarod ezekre a dalokra? Erre még táncolok is. Hát egészítem, erre még tudok táncolni is. Én ezt bírom. Azokat a dalokat bírom, aminek van hangulata. Ennek van. Na jó! Hát egy. Milyen szépen tudtad befejezni. Viszont, ami nagyon fontos. Szerda. Szerdán kinyit DJ Oti mókatára. DJ Oti rendel, gyerekek. DJ Oti rendel. Szerdán eldöntöttük, hogy retro napot tartunk. Csak magyarok? Csak magyarok. Uh-huh. És egy nyárbúcsúztató. Jövő héten már suli kezdés. Nem áró, van, vagyunk. Van egy hét. Igen, kicsit előrébb hoztuk. Ez most, ez most ilyen, ilyen nagyon hamar nyárzáró. Bár ráhiszem a naptára. Vége. Az igen. Már csak alibi. Az az de tök igazad, mert ránéztem a naptárán, és látom, egy héttel elnéztük. Nem baj, nyárzáró retroparti. Nyárzáró retroparti. Legyen ünnepi. Ne zárd már le a nyarat, hát még van utána másfél hét. Ez igaz. Akkor ünnepi retroparti szerdán, és csak és kizárólag magyarok. Kérhetsz majd egyet holnap. Tehát ha szeretnél valakit, mint a Mr. Ricky, zárjon be a gyára, vagy bármi. Ezen nagyon gondolom, hogy ezt kérhetem el. Te kérheted. Nagyon jókat tudok. Egyet kérhetsz. Gondold át, hogy mi lenne az, holnap? És holnap reggel mondd el, hogy mi legyen az, ami csak és kizárólag azért forog, mert te kérted. 9 és 10 között akkor leadunk egyet. Szép lesz. Jó? Jó. Ez bármi lehet. Ja, 90-es évekből, 80-as, 90-es évek nagy diszkó korszaka. Jó? Jó, most még nem mondom, de holnapra kívánom. Már van ötlet? Már tudnál mit mondani? 3-at tudnék egyből mondani, de holnapra kívánztam azt az egyet. Jó. Amit tudod, vagy a halálamájra, életfogytig rock and roll, aha, világos. Jogdíj azért jár még neked? Hát viccezel? Hát persze. Hát ha ezzel most leadjuk, jöjjön azon egyszerű 200 forint. Egyszerű 200 forintot utaljanak. Jó, holnapra döntsd el, hogy mit szeretnél, jó. És akkor leadjuk azt is. Na, Csabi jön a kívánság műsorral, 555-55-00 a telefonszám, ha valaki szeretne dalt kérni, akkor hívja ezt a számot, vagy írjon SMS-t, mert ez a lehetőség is adott. Mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Hello! Szia, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.